Amikor felgördül a függöny, Szivinyé vizsgálóbíró egyszerűen berendezett hivatali szobáját látjuk. A háttérben ajtó nyílik a folyosóra. A szoba két sarkában egymással szemben két nagy íróasztal áll, tele dossziékkal, iratokkal. A baloldali asztalnál a vizsgálóbíró ül, a jobboldalinál az írnok. Mégis a jegyzőkönyv szerint... A nővére volt. Jó, mondjuk, de... A sógor taga. Mégis a gyerek. Persze, persze, a gyerek. Tehát? Tehát nem. Hogyhogy nem? A dolog július 14-én történt. Na és? Július 14-én a kölyök felpofoszta nagymamáját. A nemzeti ünnepen? Helyett, ez még nem bizonyít semmit. Mindenki tagad. Kivéve Sarinyon. Derék Sarinyon. Na igen, csak hogy neki egy szavát nem lehet elhinni. Persze, egy alak, aki val, anélkül, hogy vallak. Ez az, persze. Elég nehéz ügynek látszik. Azt hiszem, a bíró úr tudja legjobban, hogy minden ügy nehéz. Még egy ilyen egész jelentéktelen ügy is. Legalább felszarvaszták volna, sok mindent megmagyaráznak. De hiszen felszarvaszták. Ajaj, de még mennyire. Na és mit gondolnak? Ő tudja? Hát tulajdonképpen... De tudja, vagy nem tudja? Már azt tudja, csak hogy nem tudja, mit tud. És a gyerek? Azt mondják, tőle van. De csak mióta nagyanyját fölpofozta. Úgy látom, írnok úr, mi jól fogunk együtt dolgozni. Én is ezt gondoltam. Szóval, ha úgy látja, hogy mellé fogok... Legyen nyugodt, bíró úr, majd én vigyázok. Négy szem többet lát. Szerencsére nem minden úgy olyan nehéz, mint ez a Sarinyon-féle. Itt van például ez a Fezanderi utcai gyilkosság, ez aztán Bagatell, kristálytiszta. Kristálytiszta. A vizsgálóbíró fiatal felesége jön virágcsokorral. Moresztan úr, az írnokom, azt hiszem már ismered. Hogy ne láttam már tegnap este. Tiszteletem, asszonyom. Drágám, jó lenne, ha leszoknál erről a kibejárkálásról. Ez nem átjáróház, hanem iroda. Itt nagyon fontos dolgok történnek, mondhatnám komoly dolgok. Jó, tudom, rendben van. De mit akarsz ezzel a virággal? Vázába tenném. Ez az iroda, mint egy síralomház. Drágám, egy vizsgálóbíró irodája nem bálterem. Nagyon kérlek, vidd csak szépen vissza. Szóval a fényképen virág nélkül marad. Bocsáss meg, ezúttal igen. Ó, bocsánat, utána nézek ezeknek a Sarinyon-féle aktáknak. Úgy látom, kedves írnok úr, mi nagyon jól fogunk együtt dolgozni. Azt hiszed, egy ilyen vacak kis irodával karriert csinálsz? Remélem, nem csak az irodámmal, de elismerem, nagyon romba. Nagyon. És mondd, más lift nincs. Nincs, miért? Kedves, 17-en vártunk rá a földszinten. Végül is együtt jöttem föl a Burgony utcai gyilkossal. Hát az lehetetlen, a vádlottakat külön liftel szállítják. Minden esetre úgy nézett ki, mint egy gyilkos. Rémség. Az egyik fele Quasimodo, a másik Dracula. Mindenkinek vacogott tőle a fogam. Szegény kis Antoinette. Megkérdezte, hogy neki hoztam a virágokat. Ugye mondtam neked, hogy a virág nem ide való műfaj. Á, a Versailles kis irodádra gondolok, milyen csinos volt. Drágám, most Párizsban vagyunk, érted? Párizsban, és én még csak 34 éves vagyok. Drágám, tessék. Drágám, mondd, ugye karriert csinálsz. Remélem. Ne felejtsd el, hogy a te korodban a jövő az már nem a holnap, hanem a ma. Tisztában vagyok az vele. Az ügyészen jóban vagy? Hát, persze. A főügyészről beszélek. Én is. Ne ellenkezz vele, jó? Nem, csinálj mindent úgy, ahogy kívánja. Úgyis csak olyat kívánhat, ami igazságos. Ja, persze. És a főügyész kér valamit, a vizsgálóbírónak szabadságában áll engedelmeskedni. Légy szíves, ne főügyész. Nem, komolyan beszélek. Halló, itt Szevinyi. Igenis, ügyész úr. Drágám, légy hozzá, kedves. Tökéletesen, ügyész. Nagyon jó, nagyon jó, csak én. Igen, értem, ügyész úr. Nagyszerű, hogy... rendben van. Igen, igen, köszönöm. Nagy megtiszteltetés a számomra, köszönöm. Na, mit mondok? Meghívott bennünket szombat estére vacsorára. A főügyész meghívott minket vacsorára. Az államügyész. Nem baj, az is jó. Ez kellemetlen, már elég érkeztem Rochefort. Elfogadtad a meghívást, vagy sem? Rochefort régi barátom, nagyon szeretem. Elfogadtad, vagy az, mivel utazik, és egy fél évig nem fogom látni. Remélem, nem habozol egy államügyész és egy vacak kis bíró között. Nem, de ez disznóság. Ha az államügyész kér valamit, a bírónak szabadságában áll engedelmeskednie. Jó, de Rochefortnak te telefonálsz. Még ahhoz sincs bátorságot, hogy gyával. Nem akarom megbántani, te meg úgyis fütyülsz rá. Ma este mikor jössz haza, drágám? Nem tudom, 7:30-8 felé, remélem. De hosszú lesz az a délután. Még sokkal hosszabb, mint hittem.
Látod, amíg veled nem találkoztam, nem tudtam, mi a szerelem. Én sem, de valahogy pontosan ilyennek képzeltem. Na, csókolj meg. Gyere az ajtó mögé, hát ha bejön valaki. Karriert csinálsz? Híres bíró leszel? Már azt hiszed, nekem nincs elegem ebből a középszerűségből. A negyedik emeletből, lift nélkül, a traga csumból, a te szőrme utánzatot, utánzó kabátot. Ne aggódj, drágám, annyira azért nem súlyos a dolog. Arra a hülye parodéra gondolok, hogy az már főügyész. Nyalt is érte elege. Hát ami azt illeti, én is értek valamit a nyaláshoz, majd meglátod szombaton. De furcsán nézel. Bármit megtennék, érted? Bármit, hogy rendes lakásunk legyen. Pestelenséget is? Most nem erről van szó. Csókolóznak. Tessék! Bocsánat, de sehol nem találom ezeket a Sarignon-féle aktákat. Mi is az divat, ez maga kopogni előtt belé? De bírom. Ez a maga irodája, és akkor jövő, amikor tetszik, nincs semmi titkolni való. Na, bocsánat, csak nem sebesült meg. A bíró rúzsos arcára mutat. De jó pofa maga! Drágám, 20 perc múlva 4, majd igyekszem korán végezni. Nekem mindig túl későn jössz haza, drágám. Viszontlátásra. Tűnvályos asszony a felesége, bíró úr. Köszönöm. Remélem, olykor-olykor lesz szerencsénk. Megmondom neki, hogy maga ragaszkodik hozzá. Tessék. Államügyész helyettes úr. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Lablás vagy. Részemről a szerencse. Megkínálhatom egy cigarettával? Nem, köszönöm, nem kérem. Miért? Most nincs kihallgatás. Valóban. Az imént láttam egy elragadó nőt, aki virágokkal megrakodva távozott innen. Azt hiszem, nem hivatalos ügyben volt itt. A feleségem. Gratulálok. Köszönöm, kíváncsi volt az irodámra. Remélem, szombaton találkozunk, én is az ügyésznél vacsorázom. Igazán remek lesz, parancsoljon. Tulajdonképpen nem csupán azért jöttem, hogy üdvözöljem. Nem? Nyilván megkezdi a kihallgatásokat a Fezanderi utcai gyilkosság ügyében. Igen, délután 4-re idéztem be az első tanulmat. Hát, vacak érdektelen kis ügy. No, ez az első ügyem Párizsban. Ha szabad hasonlatot kockáztatnám, ez még csak a féle filléres áruház. Nem lehet mindjárt luxus szalomban kezdeni. Tiszta dolog! Egy mesztelen nőt ájultan találnak a szeretője holteste mellett. Kezében a revolverrel, amelyel a férfit megölték. Igaz, hogy elájul? Megöli a szeretőt, és még ő ájul el. Tehát a meséje teljesen hihetetlen. Valaki, még azt sem tudja bizonyosan, hogy férfi volt vagy nő, valami misztikus árnyék, kinyitja az ajtót, lő, és nyomban eltűnik, azt állítja. Nem is értem, miért nem tartóztatták le azonnal? Egy-két részlet még hiányzik, egy órán belül kihallgatok, estére már börtönben lesz. Szerelmi dráma, sima, egyszerű. Ja, pofor egyszerű, kétszer kettő. Szerencse, hogy az újságok három sorba elintézték, mi se csinálunk ügyet belőle. Na, a szamárság volna. A lányaféle könnyű kata. Szobalánynak mondja magát. Igen, valóban szobalány. A férfi pedig, akit megölt sofőr, inas, házi mindenes, még csak nem is francia. Úgy van, még csak nem is francia. Spanyolországban halálra ítélték. Párizs felszabadulásakor valami eltévedt golyó megsebezte, aztán egy honfitársa megkéselte, kórházba került, szóval nem érdekes. Egy ilyen alaknak csak ez lehetett a vége. Tehát egyedüli jövője a törvényszéki boncolás volt. Ez az ügyet gyorsan be kell fejezni. Igen. A lány bűnös. Én is azt hiszem. A lány egész biztosan bűnös. Ja, nekem is az a benyomásom. De nem lehet, hogy ne legyen bűnös. Értettem. Az államügyész rendkívül örülne, hogyha ezt az ügyet a lehető leggyorsabban bonyolítaná le. Az igazságszolgáltatás sokba kerül. Takarékoskodnunk kell az adófizetők pénzével. Hát ezzel tökéletesen egyetértek. Egyébként van még egy alapos ok rá, hogy ezzel az ügyel gyorsan végezzük. És pedig? Mindketten boroveréknél szolgáltak. Nem egészen értem. Nem ismeri boroveréket a Fezanderi utcából? Bocsásson meg, még kezdő vagyok. A boroverféle bank! Többszörös milliomosok, nagyon fölkapott emberek. Az asszony született szemmördöpinyarol. Nem mondjam. Az ő házában történt a dráma a személyzeti emeleten, nem olyan reklám, miután törik magukat az emberek. Természetesen boröverik sem szeretnék, hogyha a barátai és az ellenségeik hát csámcsognának az ügyen. Na persze, hogy nem. Az államügyész úr sem szeretné. Értem. Igen. Több fontos személyiségnek is ez a véleménye.
Hát az iratokból ítélve azt hiszem, nagyon könnyű lesz mindannyiuk kívánságának eleget tenni. Annál jobb. Egyébként úgy hallom, a lány tagad. Persze más is azt tenni a helyébe. Igyekezzék kiszedni belőle a vallomását. Azt hiszem, nem lesz nehéz. Úgy mondják, hülye. Igen, valóban nem lesz nehéz. Hát a lány nyilvánvalóan bűnös, könnyű ügy a rendőrségnek, kényelmes, világos és a bíróságnak. Aztán ne csináljon az ilyen ügyekből lelkiismereti kérdést. Nem, ez világos eset. Maga tetszik nekem, Sevigné. Hideg, van fantáziája. Karriert fog csinálni. Remélem. De szombat esti viszontlátásra. A viszontlátásra. Viszontlátásra, államügyész helyettes úr. Mutatós fickó. Egyáltalán nem rideg, pedig annak mondják. Ej. Nem sokára 4 óra. Igen, tudom. Nincs egy kis lámpaláz a vizsgáló bíró. Hát nem ez az első ügyem. Különben is a bíró fölényének titka a nyugalom. Igen, így mondják. Érdekes. Most gondolok először a lányra, ő pedig 3 napja másra sem gondolt, csak rám. Azt hiszem, a legfontosabb dolog ráijeszteni. Ide figyelj, írnok. Ha bejön, majd úgy csinálunk, mintha megfeledkeztünk volna róla és dolgoznánk. Kezdetben hagyom beszélni, jó ember leszek, úgy kérdezgetem, mintha az apja volnék, vagy valami jó haver. Aztán a megfelelő pillanatban, amikor a legkevésbé várja, akkor... lecsapok rá. Hey, de szép is, amikor beleesnek a kelepcébe. Mielőtt a lényegre térnék, mindig a mellékes körülményeket derítem fel. Ez a módszerem. És hisz ebben? Terül az embert kell megismerni, csak azután a tényeket. De mégiscsak a tények. A tények olyanok, mint a zsákok, ha üresek, összeesnek. Elő meg kell tömni őket a kiváltó okokkal és érzelmekkel. És akkor nem esnek össze. 1 órán belül tudni fogom az igazságot. Na, eressze be! Egy őr kíséretében bejön Josefa. Egyszerűen öltözött, de feltűnően csinos. Üljön le! A bíró tovább olvas, mintha ügyet sem vetne Josefára. Rágyújthatok? Nem. Tulajdonképpen ma lesz a kihallgatás, vagy holnap? Ismerik azt a viccet a skóttal meg az esernyővel? Az úgy volt... Ja, értem, a bírót várom. Én vagyok a bíró. Tényleg? Nem hittem volna. Miért? Nem tudom. Igaz, 3 nap óta nem igen volt időm magára gondolni. Halló, los pare? Van valami az újságokban? Mi? A Fezanderi utcai ügyről sem? Dehogy topogok. Hagyjon a vicceivel, nem vagyok olyan hangulatban. Maga nehéz embernek látszik. Ez nem tartozik magára, itt nem maga a bíró. Hát, az biztos. Neve? Josefa Landoné. Született? Igen. Ne tegye magát ostobábbnak, mint amilyen. Hol született? Jó, Espoletben, Drón megye. Hány éves? 24, de általában nem látszom annyinak. Talán csak most itt. Foglalkozása? Szobalány. Felesleg szólva, hogy itt milyen rosszul takarítanak. Úgy találja? Nem ártana, ha eljönnék ide egy délutánra. A gazdái azt mondják, szorgalmas. Ja. A lustaságot a nagyon-nagyon gazdagoknak találták ki. Vagy a nagyon-nagyon szegényeknek. Hű, a mindenségit. Micsoda ész. Hát az éppen nem. Takarítani, főzni imádok. De akár iszi, akár nem, varni nem szeretek. Nem mondja, nagyon érdekes. A forrás úr, de unalmas. És különben is minek varni, ha van biztosító tű, nem igaz? Mindig szobalány volt? Nem. Az apám földműves és szőlőmunkás volt Espoletben. Drón megye. Drón?
Vele dolgoztam a földeken és a szőlőkben 2 kilométerre Borover úri kastélyától. Ott ismerkedett meg az áldozattal? Miguel Inas és sofőr volt náluk. Így akadtunk össze. A szülei élnek, azt hiszem... Anyám nem volt. Furcsa, mi? Általában apja nem szokott lenni az embernek. De ezt hogy érti? Elment valami vasutassal rögtön azután, hogy engem már nem hordott a hasába. Azt úgy mondják állapotos. Az nem szép. Nem tettek róla, akkor is így mondják. Rögtön azután, hogy már nem volt velem állapotos. És az apja? Nagyon szeretem. Nem igen találkozunk, de nagyon szeretem. Mikor megtudta, hogy Miguel és köztem van valami, sürgőnzött. Minden meg van, bocsátva, csak ne gyere haza! Csura jó pofa az apám. És mikor sürgőnzött, mert sürgőnzött az én apám. Szóval akkor rájöttem, hogy soha többet nem békül ki velem. Na, és csak ugyan volt valami maga és Miguel között? Micsoda kérdés? Na, feleljen. Pucéran találtak mellette. Halálnak ritkán fordul elő, hogy egy lány pucéran belefekszik egy férfi ágyába, és nincs köztük semmi. Ez igaz. Még egy ilyen könnyű kata, egy ilyen örömlány sem, mint én. Ez honnan vesz? A rendőrei kereszteltek elő. Rosszul tették. Örömlány! Lány és öröm. Öröm. Örömlány, a disznó! Na, válogassa meg a kifejezéseit! Azt hiszem, hogy mindent megengedhetnek magunknak, mert múltam van! Beszéljünk csak egy kicsit erről a múltról! Nagyon szívesen! Az iratok szerint Miguel Ostos megerőszakolta magát. Ugyan menjen már! Tanúk hallották, hogy maga tavaly szeptemberben Otrívban azt mondta, az a piszok megerőszakolt. Ez csak úgy mondja az ember! Megerőszakolta magát, igen vagy az nem. Az embernek könnyen rájár a szája. Igen vagy nem. Hát, ahogy vesszük. Hagyjuk ezt. Előtte szűz volt? Már ahogy az ember vidéken szűz lehet. Beszéljen világosabban. Benne voltunk a júliusba, nyakig. Én különösen. Éppen elhangzott az esti harangszó. Miguel és én az állatokat hajtottuk befelé. A folyópartján mentünk. Gyerünk. Megbotlottam valami kiálló gyökérben. Meg kell mondanom, hogy én általában nem viselek bugyit. Á, például most sem? Na nézd csak! Írnok úr, ezt az utolsó kérésemet nem kell jegyzőkönyvben. Melyik kérdést? Azt, hogy például most sem, ez nem tartozik a tárgyhoz. Természetesen. Na. Szóval megbotlott, el is esett. Megmutassa? Nem. Na és meg se próbált ellenállni? Hát én már csak ilyen vagyok. Minden vagy semmi. Vagy tetszik a dolog, vagy nem. És azon az estén az alkalom, a zsenge fű... Szalma volt. Szalma, bocsánat. Sem megbánál, se lelkifurdalás, érti? Az megesik, hogy utána nem örülök a dolognak, de közben mindig. Különben nem tenném. Miguel utána mindig olyan kedves volt. Azt szokta mondani, éljen az anyád, aki csinált! Na mit szól? Egy anya, akit én nem is ismertem. Tudja, hogy mindezzel az egyetlen enyhítő körülménytől fosztotta meg magát? Én mi? Hát beismerte, hogy Miguel Ostos nem követett el magán erőszakot. Nekem nem kellenek a maguk enyhítő körülményei. Én nem akarok hülyének látszani, aki azt se tudja, kivel akar lefeküdni. Végül is van igazság, vagy nincs? Nem igaz? Persze. Na, hát az igazság pedig a maga dolga. Hát akkor derítse ki. Talán öngyilkos lett. Ugyan? Hát ez nem látszik valószínűleg, hiszen a revolver a maga kezében volt. Az nem számít. De először is az öngyilkosság szerencsétlenséget hoz. Aztán meg öngyilkos jő egy spanyol, aki szeretkezés előtt is keresztet vetett. Frász! Ez az ember nem pusztította volna el önmagát, még akkor se a 100 évig él. Szóval maga nem hiszi, hogy öngyilkos lett. Nem hát. Pedig a tanúk... Ne, ugyan, a tanúk tücsköd bogarat összeoltanak. Ostos azt mondta a szakásnőnek, a halál megváltás. Ez olyan spanyol szóbeszéd. Aki komolyan meg akarja tenni, az nem beszél róla. Biztosan rossz kell. Legjobb barátjának, Carlos Ibarisnak pedig egy hónapon keresztül minden reggel ezt ismételgette. Idézem, a frász essen belém, még mindig nem döglöttem meg. Ugyan hagyja már ezt, na hát mondom, hogy nem lett öngyilkos. Na jó, abba hagyom. Verte magát? Csak szerelemből. Mi szerelemből verte? Hát megesett. Gyakran? Hát elég gyakran. Ez már ugye a vérükben van a spanyoloknak. Miért hát a szamarukat is megverik?
Pedig egy szamár az mégiscsak más, mint egy nő. Hát magától aztán lehet tanulni. Hé, legyen szíves, szóljon a titkárának, hogy ne nézegessen a szoknyám alá. Kikérem magam, lejtettem a töltőt. Lejtettem, most lejtettem. Meg akarta nézni, hogy tényleg nincs. Majd legközelebb, majd jobban vigyázom, bíró úr. Hát ez már mégiscsak sok. Na. Tavaly szeptemberben az egyik tanú ütések nyomait látta az arcán és a karján. Ezt a trafikos nő mondta. Igen, Robián. Hát az meg minek üti bele mindenbe az orrát? Hiszen a maga érdekében mondta. Mikor neki 3,5 hónapra született a fia, én nem pletykáltam róla. Hát tény az, hogy Osztosz és maga gyakran veszekedtek. Gyakran? Méghozzá olyan hangos, hogy nem hagyták aludni a szomszédaikat. Ezen mit vihog? A szomszédok fütyültek a veszekedéseinkre. Tudja, mikor nem tudtak aludni? Mikor kibékültünk. Igazán? Hát, maguk párizsiak többet beszélnek, mint amennyit csinálnak. Osztosz viszont többet csinál, mint amennyit beszél. A fene! Osztosz a nagyságos asszony szerint is szófukar volt. Én mindent elmondtam neki, még a legrosszabbat is. Ő viszont mindenről hallgatott, még a jóról is. Igen. A szerelemben mindenkinek megvannak a maga szokásai. Ne mondja. Ez így van. Párizsban néha fél napon át is szótlanul kibámult az ablakon. Még éjjel is. És közben időnként nekem esett. Ha már nagyon elunta magát. Csak a bika viadalokról szeretett beszélni. Kettőt vagy hármat látott itt Franciaországban, de ismert minden toreádort. És mindenről mesélt nekem a kordobai meg a szevillai iskoláról. Most itt eszembe nincs két hetes. Felolvasott nekem az újságból egy mexikói Mika viadalról szóló cikket. Luis Miguel Dominguez volt a toreador, és egy egészen különleges, tudja, egy hatalmas bikával arcot, és Luis Miguel maga döfte bele a lándzsákat, és közben milyen mutatványokat mutatott be, hát komolyan mondom, ilyet még Mexikóban is itt kell látni. Ne mondja. Olala. Dominguez. Nos, már komédiázik. Fújja ki az orrát. Nincs nálom a zsebkendő. Se zsebkendő, se bugyi. Tessék? A bíró zsebkendőt a Zsozefának. Semmi, semmi bíró. Jobban érzi magát? Ó, köszönöm. Igen. Bocsánat, kérek, nem fogom újra kezdeni. Tessék itt a zsebkendőjét. Csak tartsa meg, sose lehet tudni. Tudta, hogy Osztosz nősülni akar? Igen. Kitől tudta meg? Tőle magától, két nappal az előtt. A halál előtt? A gyilkosság előtt, hát mondom, hogy megölt. Maga ölte meg? Ugyan, nem mondjon már ilyen hülyeséget. Érezte, hogy elveszíti? Hol elveszítem a saját ágyamban? És mert félt, hogy elveszíti? Megtarthattam volna, csak hogy nem akartam. Talán meg volt rá az oka? Ha? Az ő érdekében nem akartam. Ó, maga igazán jó szívű. És nagyon egyszerű, az agyam kicsim, de a gombos tű, de a szívem az nagy. Majd meglátjuk. Folyton mondogattam neki, neked mennyasszonyod van, gazdag lány, szép lány. Tulajdonképpen nem is volt olyan szép. Csak azért mondogattam neki, hogy örömet okozzak. De maga gyűlölte Osztoszt, mert megcsalta magát. Megcsalt kivel? A pénzzel! A sarki fűszerüzlet a lány szüleiét. Na, most a kapiskája? Ne hintázzon. A székeink úgyis elég rozogák, és azok után, amit itt közölt velünk. Bocsánat. Na, Osztoszt persze nem szerette. Kit? A mennyasszonyát. Fogalmam sincs róla. Én csak azt tudom, hogy mi ketten már nem nagyon szerettük egymást. De azért aznap este mégis bement magához. Mi? Hát arról volt szó, hogy utoljára. Így is történt, elég baj ez magának. Azért jött, hogy elbúcsúzzék. Először jól kisírta magát, aztán megköztetni kezdett. Na persze. Össze-vissza cibálta a holmimat, nagyon mérges voltam. Utálom, ha tönkreteszik a holmimat. Különösen, ha van idő rendbe letenni. Maradjon a tárgynál. Igen. Ez mind gondolkodik? Gondolkodom én? Csak bocsássa, mert nem akartam megsérteni. Ó, szegény megélem. Furcsa, az előbb alig lehetett magát elhallgattatni, most meg egy szót sem lehet kiúzni magából.
Mert most döbbenek rá. Mire? Hogy hibát követtem el. Valóban? Bevallottam Miguelnek egy hülyeséget. Na, folytassa csak. De mikor láttam, hogy mennyire bántja, akkor rögtön mondtam neki, hogy csak egészen kis hülyeség volt. Nem hitte? De egy pillanatig igen, hát megesküdtem az apám életére, szegény papa. Na és kivel követte el? Mármint a hülyeséget. Semmi köze hozzá! Bíró. A szemtelenség még nem vállal. A hülyeség meg nem tartozik a bíróságra. Mi is? Kellemetlenségei lesznek annak az embernek? Milyen embernek? Ennyi, hát akivel megcsaltam. Kevesebb, mint magának. Én nem is tudom, hogy minek meséltem el Miguelnek ezt az egészet. Talán azért, hogy ne fájjon olyan nagyon a szíve utána. Ja, tudom, maga csupa szív. Nagyon kérem, ne vicceljen ezzel. Én vagyok olyan rossz, mint a legrosszabbak, de hála Istennek vagyok olyan jó is, mint a legjobbak. Látom, mondhatom magukat a történetet. Á, de a világért sem folytassa csak. Az arcomba köpött. Elmondott mindennek. És aztán vette a kabátját, és azt mondta, meg fogom ölni! Ezt mondta magának az a férfi, aki már nem szerette magát. Igen, ne is próbálja megérteni. És aztán csak állt, ott állt, és nem szólt egy szót sem. És én sem szóltam. Csak hallgatott. És akkor valaki kinyitotta az ajtót, és lőtt! És én meg elájultam. Na, így történt. Köszönöm. Mit? Majd bevallotta nekünk tetének indítékát. Bevallotta mi? Azt eddig is tudtuk, hogy megölte Osztoz, de nem tudtuk miért, most végre megmondta. De hiszen nem mondtam. Hallgasson, akkor beszéljen a kérdeztem. Összefoglalom, amit eddig mondott, jegyezze Moresszal. Jegyzek, bíró. Szóval Zsózefa Lantöné, vállalt emelek maga ellen Miguel Osztoz megkilkolása miatt. Ellenem? Én ellenem? Bíró úr, gondolkodjék már egy kicsit. Gondolkodom, és ez nem használ magának. Büntete volt már, igen-e vagy nem feleljem? Nem. Szemérem elleni vétségért sem. Moresta. Gondolkodjék alaposan, mielőtt válaszol, nehogy tévedjen. Nem tévedek. Osztos azért akarta elhagyni magát, hogy megnősüljön. Igen. Hogy benősüljön egy fűszerüzletbe. Ha nem hiszi, nézzen utána. Utána néztem, házasságról nem volt szó. Hát akkor egy másik fűszerüzletbe mentek. Nem. A Duval család, a lány és a szülők egybehangzóan vallják, hogy házasságról soha nem volt szó. Mert féltik az üzletüket. Azt hiszi? Hát persze, meg az a hülye Solange szégyeli, hogy egy áldozatnak a mennyasszonya. Miguel Osztos mindössze egyetlen délután töltött Solange nyugodt. Adja hazudvesti át! Moziban voltak, és Miguel Osztos az egész film alatt csak magáról beszélt neki. Hiszi a piszi. Borövérik szakásnője, Márter Boasszony. Ne, azt ki nem állhat. Nagyon engem. Kérem, ne szakítson félbe, felolvasom a vallomását. Miguel teljesen megbolondította a féltékenység. Tudta, hogy Zsózefa megcsalja, de nem tudta kivel. Hát ez hülye. Korábfelügyelő kérdésére a szakásnő ezt mondta. Zsózefára nem lehet azt mondani, hogy ringyó, de imádja a férfiakat. Ha nem szeretném olyan nagyon az embereket, milyen mérhetetlenül utálnám őket. Márt Erbó még ezt is mondta. Miguel fütyül Solange Duvalra, még cselédnek sem kellett volna neki. Hát így is csak egy ilyen hülye szakácsnő beszélhet. Folytatom, kiabált velem, értsd meg, nekem csak Zsózefa kell. Ha megtudom, kivel mászkál, nem sokat teketóriázok, puff, puff. Hát ez a dög, ez megkapja tőlem. Na, darab, várhat egy darabig. Ma este már börtönben lesz, és minden valószínűség szerint elég hosszú időre. Micsoda? Börtönbe akar záratni engem? Te ezzel a házassági mesével akarta félrevezetni a bíróságot. De nem, ez nem igaz. Maga ölte meg Osztoszt. De hogy is nem én öltem. Hogy megmentse azt a férfit, akit az őrülésig szeret. Az őrülésig szerettem? Mert ez nem egy banális flör, ahogy maga Osztosszal még velünk el akarta hitetni, hanem vad szenvedély. Vad szenvedély? Hát igenis szerettem. Most már minden világos. Maga szereti azt a férfit, akit Miguel Osztosz halállal fenyeget, tehát megöli Osztoszt. Dehogy is ugyan. Vallja már be, hát szerelmi bűnti, az esküdtség az ilyen esetekben mindig talál enyhítő körülményeket. De nem, komolyan kérem, higgyen nekem. Nem tudok hinni magának, az előbb is hazudott. Ugyan mi, hát egy egész kicsi. Mondja maga, teljesen hülyének nézi a bíróságot, mi? Hát az a mesáról, az alakról, aki benyit lő, aztán eltűnik. Igen, igen, valami homályos árnyékot láttam, igen, és elájultam. Talán Osztosz egyik ellensége volt? Ugyan? Az, akivel késpárbajt vívott. Pipi! Később a legjobb barátok lettek. Kinek volt kulcsa maga szobájához? Senkinek, senkinek, még Miguelnek sem. Az új szeretőjének sem? Én nem vagyok nagyon erényes, de szeretem tudni, hogy ki járkál be hozzám. Hát akkor
hogyan nyithatta ki a szobája ajtaját az az árnyék? Hát én nem tudom, hát most mondom. Talán álkulcsal? Álkulcsal? Hát ez lehet, ez jó, ez jó. A maga persze nem hallott sem? Nem, sem. Hogy jobb mesét nem tud kitalálni? Egy 10 éves gyerek leleményesebb lett volna. Úgy látszik, ritkán jár moziba. Más látogatója nem volt azon az estén? Tessék? Nem jól értettem ezt a kérdést. Más látogatója nem volt azon az estén? Hát, most nem tudom, mit mondjak. Egyszerűen az igazat. Az igazat az igazat, de mi az igaz? Én azt mondom, amit tudok, amit biztosan tudok. De hogy ez az igazság, azt én nem tudom. Josefa Lantoni, az igazság az, hogy maga bűnös. Ó, szegény Miguelem, ha látnád, mennyi bajom van miatt. Maga ölte meg Osztosz, ez most már bizonyos. Már megint kezdi. Talán véletlenül történt. Sem úgy, sem akarattal. Valaki kinyitotta az ajtót és lőtt! Természetesen. Nem lehetséges például az, hogy maga megpróbálta Osztoszt ártalmatlanná tenni? Hogyan? Osztoszt előrántotta a revolverét, maga rávetette magát, és gyulakodás közben elsült a revolver. Na, ez jellemző magára. Sem neki, sem nekem nem volt revolverünk. Miguel úgy tervezte, hogy törrel öli meg a szeretőmet. Hát aránylag kevés tört csinál így, puf-puf. Hát ez most miért mondja? A szakásnő vallomása. Ne, az a véletlenül. Tehát megállapítom, nem véletlenül történt. Nagyon jól tesz, hogy nem így akar védekezni. Ez a maga ötlete. Mert a lövés nem közvetlenül adták le, hogy az gyulakodás közben lett volna legalább 3 méter távolságból. És az, aki lőtt, az maga volt. Hát ez a mániája. Azt viszont elhiszem, hogy utána elájul. És azt miért hiszi el jobban, mint a többit? Mert legalább 20 percig volt eszméletlen, hogy az Borover úr és Boroverné valomása is bizonyítja. Hála Istennek. Arra még volt ereje, hogy lőjön, de utána annyira megijedt tettétől, hogy elvesztette az eszméletet. Mi? A lelkiismeret furdalástól? Hát az esküteket ez bizonyára meghagyta. Annál rosszabb, ugyanis nekiestem az átszélének, és akkor a pup nőtt a fejemben, mint egy labda! Ez volt az én lelkiismeret furdalásom. Na nem, hát ezt maga direkt csinálja. Direkt mi? Hát nem lehet valaki ennyire idióta. Ugyan, ezt most azért mondja, hogy cukkoljon. Végtérés a maga dolga, de azt ajánlom, hogy fogadjon ügyvédet. Dehogy is, ártatlan vagyok, nincs szükségem ügyvédet. Fogadjon ügyvédet. Nem kell. Kell, értse meg, kell, hogy ügyvédet. Mondtam, hogy ártatlan vagyok, nincs szükségem ügyvédet. Annál inkább szükség van ügyvédre, a bűnösőnek elég az esküdtség. Nekem mindig fordítva mondták. Josefa Lantoni. A maga ügyes súlyos, sokkal súlyosabb, mint gondolná, nem csak a hazugsági és kisebb nagyobb ellentmondásai miatt, hanem azért, mert maga ellen szól egy rettenetes tanúvallomás is. Miguel Osztoszé! Ugyanis még beszélt. Hogyan? Nem halt meg azonnal? Ezért mondom, jobb, ha bevallja. Úristen! Szegény Miguelem! Akkor nem tudta, hogy meg fog halni. Még volt annyi ereje, hogy azt mondja, Josefa! Miért tetted ezt? Többen hallottál. Azt hitte, hogy én voltam. Meg se próbálja tagadni. De ugye édes Miguelem, ott ahol vagy. Most már tudod, hogy nem én tettem. Még mindig nem akar ügyvédet? Mondtam, hogy ártatlan vagyok, nincs szükségem ügyvédre. Akkor hivatalból jelölök ki egyet. Na hát, ha magának ez örömet okoz. Akarja elolvasni a vallomását? Dehogy is. Végül is van igazság, nem legalábbis remélem. Hol kell aláírni? Jobb lenne, ha előbb elolvasná, hát ha téved. Tévedés az, hogy maguk engem letartóztatnak. Hol kell aláírni? Ott, ahol az áll, vallomásomat fenntartom és aláírom. Vallomásomat fenntartom és aláírom. Köszönöm. Maga ne köszönjön nekem semmit. Az írnok kimegy. Hülyeségeket csinálnak, én meg hagyom. Miguelt nem én öltem meg, nem én öltem meg, érti? Majd meglátjuk. Én szeretem annyira. Igenis. Szeretem annyira azt a másikat, hogy meghalnék érte. De annyira nem, hogy öljek. Lehetséges.
Vegye vissza a zsebkendőit magának, nincs szíve. Szégyellemém, ha bele sírnék. Fegyőrjön be. Vezess el, itt a letartóztatási parancs. Hozzá megújjon, mert úgy megrúgom, hogy... Bíró úr! Boldoguljon vele, ahogy tud. Magát pedig utálom. Érti? Utálom. Fene vinni el! Mi van az Istenében? Hát ez az én szerencsém, pont velem kell ilyesminek megtörténni. Mi történt, Bill? Az történt, hogy ez a féleszű lány ártatlan. Nem ér. Ártatlan, én mondom magának. Akkor meg miért kellett letartóztatni? Hogy legyen ügyvédje, hogy legyen valaki, aki betekint az iratokba, aki tanácsot ad neki, aki megakadályozza, hogy ennyi hülyeséget beszéljen össze. Ártatlan? A vak is látja. Én ugyan nem. Rám pedig egy csomó bosszantó, idegesítő, undorító, súlyos kellemetlenség vár. Tartok tőle! Hát még ha az a bűnös, akire én gondolok. A vizsgálóbíró hivatali szobáját látjuk ismét. Egy nap telt el az első felvonás cselekménye óta. Szivinyé bíró és felesége lép be a szobába. A bíró kezében vadonatúj aktatáska. Drágám, ez a táska túlságosan bonyolult, logarléc kell hozzá. Egénykém, megleplek egy ajándékkal is, te nem tudsz mit kezdeni vele. Ide néz, ennyi az egész. Akárszor ki akarom, mindig hivassalak ide. Dehogy is, itt meghúzott, hát nem boszorkánság. Hogy te milyen ügyes vagy. Száj, ha egyszer ilyen fajankóval van dolga. Hú, és milyen őszinte tudsz lenni. Mint egy gyerek. Mint egy rossz gyerek. Rosszul csókolsz. Persze, mert veszek. Akkor is rosszul csókolsz. Nem igaz. Mégpedig tegnap este óta csókolsz rosszul. Miked beszélsz? Amióta azt a lányt kihallgattad, mindig máson jár a fejed. Elmondja, mit mondtál tegnap éjszaka 11 óra 3 percból? Úgy! Szóval te akkor az órát nézted. Én nem utána néztem meg. Itt egész nap a szemedbe süt a nap, nem zavar? Nem. Megszoktam már, hogy téged nézzelek. Neked valami bajod van. Miért? Mert kedves vagyok? Bosszant, hogy ez a lány ártatlan? Jaj, te, hogy az bosszant. Az... Nem mindegy, az neked. Ki az igazi bűnös vagy sem? Erről van szó? Alvar Duem, te vagy az? Te idefélyen nem tudnál nélkülözni a kocsidat délután 4 és 6 között. Szükségem lenne rá. Az enyém a garázsban van, valami baj van a motorral. Úgyhogy a te ügyed, a te bűnügyed, az se fontosabb, mint az enyém. Jó, köszönöm, öregem. Számíthatsz rá hasonló esetre. Köszönöm. Hatra végzel? Nem tudom, amikor visszajöttem, még át kell néznem a jegyzőkönyvet. Na jól értem, megint 9:30 nem leszel otthon. Nem. És ezúttal én kérek tőled bocsánatot, drágám. Értem, ez az első ügye. Párizsban mindent bele kell adnod, nem vagyok hülye. Nem hülye, mi boldogság ez, tram-tram-tram. Fölösleges énekelned. Úgy is tudom, hogy nem szívből csinálod. Drágám, idegesít ez nagyon. Te mondd, a bűnös valami nagy kutya? Valami nagyon nagy kutya? Az írnak érkezik. Tiszteletem, asszonyom, jó napot, bíró. Jó napot, korrekt. Korábban jött. Az előcsarnokban pontosan 2 óra volt. Mi írnokok gyakran túlórázunk, de a hivatalos időnél korábban soha nem jövünk. Mondd, kellemetlenséged lehet abból, ha nem a lánya bűnös? Minden bizonnyal. Írnok úr, nem magát kérdezték. És a legbosszantóbb a dologban, hogy ez a lány valóban nem bűnös. Hogy? Moresta! Hát bocsásson meg, bíró úr, de maga kért meg, hogy vigyázzak, nehogy rossz útra tévedjek. Hát, szóval mégiscsak nekem volt igazam, tetszik neked. Na, megint kezdve. És úgy látszik, hogy ő is észrevette. Azért mesélt el, hogy nem hord bugyit. Drágám, a lány ártatlan, ennyi az egész. Nem az a feladatod, hogy az ártatlanságát bizonyíts. Ne, az esti viszontlátásra. Mondja, maga tudja, hogy a férjem szerint ki a bűnös? Nem. Sőt, fogalmam sincs róla. Köszönöm a véleményét, Moresta. Bocsáss meg, hogy beleszóltam a dolgaiba. Ezért nem kell bocsánatot kérned. Az én ügyeim a te ügyeid. Elég baj ez neked? Neked is? Baj. Este 9-kor, kedvesem.
Persze. Ha nem szeretnének ennyire, talán boldogabbak lennének. Elmegy. 9 órát mondott? Hát 9:30. A házkutatás után még lesz itt dolgozni. Egy kellemetlen hírt kell közölnem önnel. Na, megint? Ilyen benne vagyunk a ma reggeli orrorban. Egy szép fénykép az ártatlanságról. Az első oldalon? Nem, szerencsére a 13-on. De ez azt jelenti, hogy az osztos ügy létezik. Hát ezt még kibírjuk. Jaj, ide figyeljen, Irnok úr, ha azt mondom magának, hogy szólítsa be Borrover tanút, ne nagyon siessen. Ne siessen? Hát, találjon ki valamit, piszfogjon az asztalán, foglalatoskodjon, szóval ne nagyon siessen, jó? Tessék! Bőtaláros, gyerekes képű ügyvéd lép be. Kedves ügyvéd uram! Eli kardinál! Jó, ügyvéd úr, örülök, hogy előbb jött, mint a védence, beszélt vele a fogdában? Igen, még tegnap. Most meg itt láttam a folyosón. Igen, parancsoljon! Rendkívül rosszul fogadott tegnap. Egyáltalán nem akart ügyvédet, már azt hittem belém rúg. De hát szegény lány rémes állapotban van. A közös cell az a szörnyű társaság. 3 éjszaka le nem hunyta a szemét. Én sem. És szegényke olyan ügyetlen. Valami nagy protekcióra lenne szüksége, valami nagy ágyúra. Ügyvéd úr, maga nem hisz eléggé az igazságszolgáltatásban. Dehogy nem. Hát ezt nem túl meggyőzően mondta. Annyira szeretnék hinni benne. De a kollégáim azt mondták, ön ezt az ügyet már eldöntöttnek tekinti. Tévedtek. Valóban? Hát ha így áll a dolog. Bocsánat, akkor egészen más a helyzet. Majd megmutatjuk nekik, mit tud egy hivatalból kijelölt ügyvéd. No, azért nem kell túlzásba esni. Kívülről tudom a BTK-t. Én is. És ott rendkívül világosan az áll. A vizsgálóbíró akarata, Isten akarata. Hát nem egész. Tudom, amit tudok. Én úr zavarba hoz. Az előbb teljesen letört volt, most a valóságban a fellegekben jár. Egy kis mértéktartást, uram. Mértéktartást. Ne vagyjon le végleges következtetéseket, én nem mondom azt, hogy József Alamtöni ártatlan, de nem vagyok bizonyos benne, hogy bűnös. Érzem, hogy bíró úr még nálam is jobban hisz az ártatlanságában. És ha elgondolom, hogy ez a bolond lány gyűlöli magát... Úgy? Morestan, szólítsa csak be. Úgy. József Alamtöni. Üljön le! Tudom, maga gyűlöl engem. Mégis arra kérem, engedjen ki onnan arról a szörnyű helyről. Elmondok mindent, amit tudok, de ártatlan vagyok, nem akarok tovább a börtönben maradni. Magára most nincs szükség, elmehet. A fegyőr kimegy. Magától fölfordulhat az ember, törődik is maga azzal. Na, csak nyugalom. Üljön le, kisasszony. Kisasszony! Ezt először mondják neki. Kisasszony, ez nagyon szép. Nagyon köszönöm, bíró. Üljön le. Az újságban úgy írták a Lantöné lány, de legalább nem örömlánynak neveztek, ez is valami. Nézd meg a újságot, olvasod? Itt van, nézem. Pocsék egy kép, mi? Hát ezt honnan szerezte? Istenkém, ha ő is látott, a 13. oldalon, hát pocsék egy kép. A nagyanyám Csitriehez képest. Hát ezt most hagyjuk, jó? Na, tehát első és legfontosabb kérdésem. Hogy hívják a szeretőjét? Miguel Osztosz. Ne játssz a hülyét. Hát ezt nevezi maga őszinteségnek. A másiknak a nevét kérdeztem. Nem akar válaszolni? Feleljen, gyermekem! Mondtam már magának, hogy a bíró... Ügyvéd úr, figyelmeztetem, hogy a kihallgatás alatt nincs joga a vádlott helyet beszélni. Én csak a... Még akkor sem, ha nekem akar segíteni. Zavarok? Nagyon! Csak egy pillanatra jöttem. Ha meghívnánk az ügyész vacsorára, talán megmagyarázhatnánk. Nem volnál szíves békében hagyni? Kezdem érteni. Azonok. Menj ki, nagyon édes kérlek! Édes kamillom, hogy este otthon nyugodtan minden nem. A felesége? Még mindig nem felelt a kérdésemre. Maga sem az enyémre. Várom, hogy megmondja a szeretője nevét. Biztos, hogy a felesége. Maguknak, Bíráknak különben is csak feleségük van. Mi a neve a szeretőjének? Édes Camillo.
Bíró! Legyen nyugodt, 5 percen belül tudni fogom. Na látja, erre kíváncsi vagyok. Mi a véleménye a gazdáiról? Borover úrról és a nagyságos asszonyról? Más gazdája tudtommal nincs. Hát nagyon kedvesek. Különösen a nagyságos asszony. Különösen a nagyságos asszony. Igen, nagyon kedves, udvaria, soha nincs egy hangos szava se. Még az a piszok szakácsnő is azt mondta róla, hogy a nagyságos asszony bomba jó nő. És az úr? Az úr? Igen, az úr. Talán nem érti a kérdésemet? Hát, ő is nagyon kedves. Természetesen. Hát, talán ő is bomba jó? Persze. Mm-hmm. Már úgy értem, hogy egy kicsit talán túlságosan is be van gombolkozva. Jegyez, Marissa? Mindent jegyzek, bíró. De soha semmiért nem szól. Egyszer meg is kérdeztem tőle. Mármint az úrtól. Hogy én nem is értem, hogy lehet velem ennyire megelégedni. És mit felelt? Már nem tudom. Valami olyan semmiséget, amit ilyenkor az urak felelni szoktak. Magának is Osztosznak egy napon volt a kimenője? Nem. Nekem szerdán, neki csütörtökön. Mikor a viszonyuk kezdődött, és utána is még egy évig maga minden szerdán szórakozni ment moziba vagy táncolni? Na és jogom volt hozzá, nem? Szeptemberben Miguel Osztosz a Baszkföldön töltötte a szabadságát, maga Ottrívban maradt. Igen, pontosan így történt. Októberben mindenki visszatért Párizsba, és azon túl maga minden szerdán a szobájában maradt. Minden szerdán? Ugyan. Minden szerdán. Úgyhogy Osztosz féltékenysége ellenére azt mondta magának, idézem a szakásnő vallomását, el fogsz sorvadni, drágám. Elsorvadni. Így is csak egy ilyen hülye szakácsnő beszélek. Miguel nem mondott ilyet soha. Moresta? Szólítsa be Borrover tanút. Micsoda? Az úr ide jön. Én szembesíteni fogom magukat. De neki semmi köze ehhez az egész dologhoz, érti? Moresta, menj el! Mire vár? Az írnök feltűnően kényelmesen rakosgatja iratait oda-vissza az asztalon. Azonnal, bíró! Jaj, rettenetesen nézek ki, mi? A torom. Borzasztó. Elvették tőlük a rúst meg a púdert. Még azt a kis helyes hülyes államot is elvették, hogy nehogy felkössem magam a hülyét. Megvetem magát, bíró úr, szívemből megvetem. Pedig ezt még nem mondtam soha senkinek. Bizony. Itt vagyunk, bíró úr. Ismétlem, azt mondjam, a bíró úr csak később fogja kihallgatni. Rosszul értette a bíró ura. Kérem azt. Ugyebár, bíró úr, nem akarják a férjemet a távollétemben kihallgatni. De éppenséggel azt akarjuk, asszonyom. Mi beszélni való ők lehet, amit én nem hallhatnék? Bocsássa meg, asszonyom, de ebben a helyiségben a kérdéseket én teszem fel. Arra kell kérnem, hogy várakozzék odakint. Hallja ez, Benjamin? Hallom, drágám. És ez minden mondani valója? Mint mondottam volt, hallottam, drágám. Természetesen a bíró úr lehetne kissé szeretetre méltóbb is, de fontosabb teendő nyilván nem teszik ezt lehetővé neki. Fantasztikus! Felét se érteni annak, amit mond! Nyugodjék meg, asszonyom, rövidesen önt is ki fogom hallgatni. Ki hallgat? És azt hiszem, megígérhetem, hogy a férje nem lesz jelen a beszélgetésünknél. De bíró úr, hát minek ez a titokzatosság egy ilyen világos ember? Nem is olyan világos, mint amilyennek ön hiszi, asszonyom. Ezt a sok kellemetlenséget magának köszönhetjük, Josefa. Magának, akiben annyira megbíztam. Semmi nem igaz abból, amivel vádolnak, asszonyom. Moresta, legyen szíves, kísérje ki Borroverné, asszony. És mennyi ideig volt várakoztatni? Nem tudom, asszonyom. Gondolj azt, hogy a fodrásznál van. Igazságszolgáltatás, micsoda üres frázisok. Sértetten kivonul. Leülhetek, kimerült vagyok. Tessék. Maga is.
Bocsásson meg, Borover úr, egy-két formasság. Neve, keresztneve, lakhelye, foglalkozása. Benjamin Borover, bankár, Fezandeli utca 112B. De lefogyott az úr. Nagyon-nagyon lefogyott. Maga sincs valami ragyogó színben, szegény Zsozef? Ó, csak azért, mert elvették tőlünk a rúst meg a púdert. Engem meg eltiltottak a viszkitől. Ó, hát akkor az úrnak most nagyon rossz lehet. Engedjék meg, hogy figyelmeztessem magukat, a vizsgálóbíró irodájában vannak. Ez a tény nem került el a figyelmem. Meglátja majd csuda, kedves ember. Nézzük csak, Borover úr. Régóta házasok? Úgy tűnik, igen. Csak úgy látszik, hosszúnak érezte. Mari Dominik a nejem, gyerekkori pajtásom. Úgy tűnik, mintha már iskoláskorom óta a feleségem lenne. Ó, az ilyen fiatalkorba kötött házasságoktól nem sokat lehet remélni. Amíg élünk, remélünk. Miért van a Zsozefa Antoni október óta minden szerdán a szobájában? Feleljen csak nyugodtan, a bíró úr mindent megért. Teljes szabadságot biztosítunk alkalmazottainknak, hogy a nekik járó szabadidőt tetszésük szerint töltsék el. Mondja, nem tudok kicsit egyszerűbben beszélni? Szeretnék, de nem tudok. Mindig meg kellett ismételni az utasításait, ha azt akarta, hogy megértsük. Lakott-e a Fezandeli utcai házban más férfi is Borover úrról és az áldozaton kívül? Nem. Most elég egyszerű a válasz. Pedig Zsozefa Antoninek egy másik szeretője is volt. Ennyi, Zsozefa! Az a másik szerető pedig nem más, mint ön, Borover úr. Mit kell válaszolnom? Az igaza. Nagyon kellemetlen volna a feleségem tudomást szerezni erről. Remélem nem lesz szükség rá, hogy közöljük vele. Nos hát, igen! Megmondta! Nagyon köszönöm, nagyságos úr! Mikor és hol kezdődött? Szeptemberben Otrivban. Nagyon érdekes. Nagyon köszönöm, bíró. Csak semmi túlzás. A szeptember Otrivban rendkívül sivár. Mari Dominik, a nejem, olyan Amazon természet. Lovagolni járt barátom Dazergur kíséretében. Ki ez a Dazergur? Hát egy szegény ördög, s mint minden ördög kicsit sántit. Viszont kitűnő lovas, hogy úgy mondjam, jótékonyságból láttam vendég. Értem. Így hát a nap minden órájában közelemben volt ez az elragadó fürjecske. Érti ugye, bíró úr? Tudja, bíró úr, mi az a női ösztön? Igen. Na hát az van nekem. Mm. Megéreztem, hogy tetszem neki. Uraim, önök is tudják, minden férfi addig fut a nő után, míg a nő meg nem fogja. Nos, mit fűzzek még ehhez? Az alkalom, a zsenge fű... A könyvtárban történt. Szerencsére vagy bal szerencsére, hogy önöknek tetszik, Zsozefa aznap a könyvtár padlóját fényesítette. 18x16 méter. Túl jól fényesítette. Elcsúszott. Persze. Tartozom az igazságnak azzal, hogy közöljem az urakkal. Zsozefa úgy szólván soha nem visel ilyen. Már tudják! Valóban? Úgy látszik, nagyon körültekintően nyomozna. Maga viszont nem is olyan zárkózott, mint ami ennek a szeretője lefestette. Melyik szerető? Én, nagyságos úr, én. Ja, te, persze te vagy a szerető. Zsuzsefa olyan volt számomra, mint egy kis mezei virág. Ugyan ne vicceljen, a mezei virágnak nincs illata, és nagyon hamar elhervad. Írt valaha Zsozefa Antoninek? Én soha. Na.
Kollár felügyelő talált Joseph a szobában egy levelet, még pedig magát. Ugyan kérem. Ez az. Jaj, de ugye visszaadja majd. Íme a levél. Pici Josephám, szombaton érkezem, légy készen, Bóröver. Ebben igazán nincs semmi kompromittál. Nincs. Bár az a kifejezés, hogy légy készen, többfajta értelmezést tesz lehet. Két hétre Párizsba utazott, és onnan írt nekem, olyan boldog voltam, olyan boldog. Két napon keresztül azt hittem, szerelmes vagyok a postásba. Ügyvéd úr, ezúttal nem tiltom meg, szóljon Védencének, hogy viselkedjék egy kicsit tartózkodóban. Gyermekem! Nagyon kérem a saját érdekében. Jó, hallgatok, persze, hogy hallgatok, de hát lássa meg, kérem maga is, hogy milyen cuki popa a Bíró. Már mi is szexepilesek vagyunk. Na és csak ugyan megérkezett azon a szombaton? Igen. És persze aznap este... Készen voltam. Mari Dominika nejem nem akart eljönni Párizsból. Azt a négy napot, amit magától kaptam, soha nem felejtem el. Soha, amíg érem. Jaj, de hogy... Nem, de, soha, esküszöm. Megpróbáltam. És azóta gyakran találkoztak? Ez a lány vonzóbb, mint amilyennek én. Pedig vannak percek, amikor én nyűgös vagyok. Bocsánat, nagyságos. Nem nyűgös, de féltékeny. Mint minden lány, akinek nem volt gyerekszobája. Úgy látszik azért, mert túlságosan szeret. Ha valami kellemetlenség érte az urat, mindig feljött a szobámba. Na és gyakran érte kellemetlenség? Minden nap. Na de osztosz! Hogy osztosz? Hát ő nem zavarta magukat? Egyáltalán nem. Olyankor mindig elküldtem Párizs másik végébe azokért a parfümös levelekért, amelyeket posztesztant feladtam magam. Az úr néha még vidékre is elküldte. Osztos sajnált, amiért szerelmes vagyok, és hogy nagy fontosságot tulajdonítok azoknak a leveleknek, hülye volt. Nem nagyon kedvelte. Ki nem állhattam. Utáltam. Először is jó fejjel magasabb volt, mint én. Szép, bár közönséges volt ez a fej, de férfias. Emellett hallgatag. Majdnem, hogy néma. Zavarbejtően arcátlan. Csak a nők előtt vette le a kalapját. Gyakran gondoltam rá, jó lenne megszabadulni tőle. Szabadulni tőle? Egy hetes felmondással. De eszembe jutott, hogyha felmondok, magával viszi Josephát. Így hát mindig meggondoltam a dolgot. Az úr sokkal jobban szeret engem, mint ahogy maga is hiszi. Maga érkezett elsőnek a tetszín helyére? Azt hiszem. Azt hiszi, nem biztos benne? Ja, de biztos vagyok benne, a feleségem csak utánam érkezett. Igen, és mit látott? Láttam Josephát ájultan az ágy lábánál. Meg kell mondanom, anya szült mesztelen. Ó, rettenetesen sajnálom, nagyságos úr, igazán nagyon sajnálom. Egyébként nagyon szép volt. Ó, az úr nagyon jó. Így hát először is vele foglalkoztam. Hát ez magától értető. De nem volt okom a nyugtalanságra, mert láttam, hogy a keble szabályosan emelkedik. Az a legszebb rajtam. Így aztán Osztoszhoz léptem. Aki hol feküdt? A szoba sarkában, arccal a földnek. Beszélt még? Igen. És ön tökéletesen megértette, hogy mit mondott? Megértett. Volna szíves nekünk azt a mondatot elismételni? Nem. Miért? Előtte? Hát minek nézik ő? Maga jól ismer engem, Josepha. Köszönöm. Bóröver úr, volna szíves nekünk azt a mondatot elismételni? Hát majd én elismétlem. Miguel állandóan azt hajtogatta, Josepha, miért tetted ezt? Azt hitte, én öltem meg, hogy megmentsem az urat. Úristen, meg is tudtam volna tenni. Hallasson már az Isten áldja meg. Josepha Lantuné, maga hallotta, hogy Miguel Osztosz ezeket mondta? Nem, én csak azt ismétlem, amit maga mondott nekem. Én viszont azt ismétlem, amit Bóröver úr mondott. Hogyan? Mert végtére is, uram, ön az egyetlen, aki Osztosz utolsó szavait hallotta. Bocsánat, nem értem. Hogy a felesége ott volt már, mikor Osztosz ezeket mondta? Nem tudom, nem hiszem. Hát akkor ezek szerint mégiscsak ön az egyetlen, aki hallotta. Valószínű. Nem nagyon értem az ön magatartását. Ön az egyetlen tanulja néhány szónak, amelyek a szeretője vesztét okozhatja. Semmi sem okozhatja a vesztemet, én teljesen ártatlan vagyok. És ahelyett, hogy elhallgatná, sietve közli Kollár felügyelőt. Én egyáltalán nem siettem.
Ha jól értem, bíró úr, szemrányást tesz nekem azért, mert egy fontos adatot közöltem a rendőrséggel. Igen, csodálkozom. Mert vádol egy lányt, aki szereti magát. Az úr nagyon jól tette, amit tett. Tudja, hogy nekem nincs félnivaló. Méghozzá egy halott ellenőrizhetetlen szavai alapján vádolja. Ellenőrizhetetlen. Ez a szó nem nagyon tetszik. Sajnálom, egy kijelentés, amely nem ellenőrizhető, ellenőrizhetetlen. Nincs időm nyelvújításra. Miért nem mindjárt azt mondja, hogy én találtam ki az egészet? Na, hát azt éppen nem mondanám. Hanem mit mondana? Hogy kitalálhatta! Hát ez hallatlan. Tudja, kivel van dolga? Sőt, tovább megyek. A vádlott eszméletlenül feküdt az áldozat mellett. A felesége még nem érkezett oda. Tehát olyan szavakat tulajdoníthat az áldozatnak, amilyeneket csak akar. Amilyeneket csak akarok. Ezek szerint nekem fontos, hogy bizonyos céllal bizonyos szöveget adjak azt a száját. De mennyire, hogy fontos? Ugyanis a gyilkosság előtt néhány nappal Miguel Rosszhoz gyanakodni kezdte. Ez nem igaz. De igaz, csak az úr erről nem tudott semmit. Valóban nem. Csodálom, itt fekszik előttem Márt Erbó szakásnő tanúvallomása. Az a trampli. A gyilkosság előtt néhány nappal figyelmeztette magát, hogy szakítson Joseph a Londonével. No, hát mégis. És ön ekkor egy olyan kijelentéssel válaszoltam, eléggé távol áll a jellemétől. Mit csinálja, kedves Márton, bele vagyok esve. Bele vagyok esve. És ez nekem miért nem mondta soha? Mi okom lett volna, hogy ilyen bizalmas dolgokat közöljek a szakácsnőmmel? Rajta kapta magukat. Az a piszok. És maga havi 500 frankért megvásárolta a hallgatását. Micsoda? Én juttattam őt 500 frankhoz? Ilyen rögtön nem. Ő egyébként mindent megtett, hogy meg is szolgálja ezt az 500 frankot. Nem csak azt tanácsolta, hogy szakítson Josephával, meg is indokolta, hogy miért. Nagyságos úr, óvakodjék Miguel. Előre nem emlékszem. Nem emlékszem. Ez van így, higgy el. Én nekem is például mostanában olyan lyukak támadnak az emlékezetemben, bár hogy őszinte legyek, mostanában jobb a helyzet. Most már eszembe jut, ha elfelejtek valamit, csak az nem jut eszembe, hogy mit felejtettem el. Magának tetszik ez a mód, hogy a vádot védeni próbálja magát? Igen. Határozottan tetszik. Ő véd engem, engem, aki vádolom őt. Ez szép. Köszönöm, Joseph. Szóval nem emlékszik rá, hogy Márt Erbó figyelmeztette. Egyáltalán nem emlékszik. Akkor arra sem emlékeztet, hogy még ezt is mondta. Nem az a döntő, ki üt nagyobbat, hanem az, hogy ki üt először. Ezek szerint erre sem emlékszik. És arra sem, hogy folytatta, a tőr nem olyan biztos, mint a revolver. Ez már egyenesen komikus. A tűzhely melege a szakácsnők fejébe száll, ezt mindenki tudja. Ezt az egészet már ki is találhatta. Arra sincs bizonyíték, amit ő mondta. Még egy szó-szól kivezettetem. Akkor sincs rá bizonyíték. Miért maga érkezett elsőnek a tetszín helyére? Bevallom, nem tudom. Mert mindent elkövetett, hogy így legyen. Mert szokásos taktikájához híven már Erbót Párizs másik végébe küldte. Kimenő napja. Megfizette, hogy aznap legyen kimenő napja. Megfizette, hogy egy barátnőjére töltse az éjszakát, és engem 9-re ne legyen otthon. Megfizette, hogy maga érkezhessen elsőnek a tetszín helyére. Ezeket a dolgokat Márt Erbó találtak. Egy sor más dologgal együtt, amelyeket ön természetesen tagadni fog. Például azt, ami a gyilkosság előestén történt. Az úr azt is mondta nekem, nem tudom elviselni többé a gondolatot, hogy Miguel és ő... Hazugság! Hazugság! Az úr nagyon is jól elviselte. Nyomorult, bezsebelte a pénzemet. Most belém harap. Valaki más is megfizette. Sokkal jobban, mint te. Joseph Alantoni, maga már egy csomó kérdésemre válaszolt, főleg azokra, amelyeket nem kérdeztem magától. Jobban szeretném, ha nem lenne semmi mondani való. A semmi az az egyetlen, amiben az ember biztos lehet. Egy kérdésemre azonban nem felelt, sőt, le is hajtotta a fejét, hogy ne lássam a hatást. Ugyan-ugyan. Most újból felteszem ezt a kérdést. Azon az estén nem volt más látogatója, mint Miguel Rosszhoz? Én nem tudom, túl kicsi az én fejem ahhoz, amit maga bele akar gyümöszni. Miguel Rosszhozon kívül más látogatója nem volt azon az estén? Vitessen vissza a börtönbe. Felejjen, Joseph. Az úr megbolondult. Bocsánat. Én voltam Josephánál 8-tól 10-ig. Csodálatos volt. Most már megvan elégedve? Nekem ez elég. Sőt, még egy terhelő vallomást teszek magam ellen. Tessék. Eredetileg azt beszéltük meg, hogy 11-kor megyek fel hozzá. Tehát akkor, amikor Rosszhozt már megölték? Igen. Jegyzek, bíró úr, mindent jegyzek. De a feleségem 8 órátáj telefonált, hogy a barátaival vacsorázik. Így hát azt gondoltuk, majd bolondok leszünk 11-ig várni. Képzelje magát a mi helyünkbe. Annál is inkább, mert Josepha aznap este különösképpen kívánatos volt. És maga 10 órakor visszatért a lakosztályába? Kitalálom a gondolatát.
ki tudja bizonyítani, hogy Josefát nem én vetkőztettem le. S hát, ha Osztosz meglepet bennünket, igaz? Ugye ön valamilyen megbízatással elküldte Osztoszt? Igen, hogy vigye az a nővéremet, Lyon. Hát ez hol a felügyelő is megerősíti? Számításom szerint a legjobb sofőr sem tudott volna éjfél előtt visszatérni. Igen. Tehát Osztosznak óránként több mint 100 kilométeres átlaggal kellett visszaszáguldania ahhoz, hogy megölesse magát. Pontosan tudom, hogy milyen új változatot óhajt feltállalni. Elszerelmeskedtük az időt. Osztosz meglepet bennünket, meg akar ölni, én rálövök, jogos önvédelem. Semmit sem óhajtok feltállalni, csak hallgatom. Na, nagyon jól beszélt. Na, tudja mit? Nem ütött rajtunk. És én nem öltem meg. Én nem vádolom. Nem én öltem meg! Nem én! Igaz, beleestem ebbe a lányba. Bevallottam egy régi barátomnak, talán még a szakácsnőmnek is. Talán. Bolondul kívántam, megkaptam. Most is kívánom. Ó, hit! Az állat beszél belőlem, tudom, de ennek a lánynak olyan szép a teste. El sem tudják képzelni. Valami különös hatalma van. Mit tudják maguk, milyen az, amikor az ember remeg a vágytól? Hát, ha mégis tudják. Amikor az ember nem tud lélegezni, kiszolgáltatva egy tekintetnek, egy mosolynak. Maguk nem ismerik azt a különös fájdalmat. Itt a tarkó. Zsózsef előtt én sem ismert. Ó, nagyon sajnálom, nagyságos úr. Igazán rettenetesen sajnálom. Na de... gyilkolni miatta? Én? Hiszen nem szeretem. Érti? Semmit sem érzek iránta. Csak kívánom. Az úr engem nem szeret. Egyáltalán nem. Még csak el sem váltam volna miatta. Bármit is mond. Nem a feleségem millióit tartottak vissza, de Josefával élni, a zavart hallgatásával, a féltékenységi jeleneteivel. Nem. Az úrnak igaza van. Engem csak Miguel szeretett. Ha valakit megöltem volna, akkor Josefát. Igen. Hogy megszabaduljak tőle. Hogy újra az legyek, aki volt. Hiányozni fogok neked. Nem tudod még, de hiányozni fogok. Megbánod még. Nincs valakinél egy aspirin? Vannak napok, amikor a legjobb lenne semmit se tudni, semmiről se tudni. Jaj, hogy fáj a fejem. Hát ez furcsa. Az embernek a szívét törik össze, és a feje fájdul meg. Sajnálom magát, szörnyű megpróbáltatás. Tessék. Igen, én vagyok, ügyész úr. Igen. Én kértem el a kocsit 4 órára, igen. Újabb vádat akarok emelni az Osztosz ügyben, és házkutatást rendeltem. De nem, az a véleményem, ügyész. Nem, én úgy látom ezt a dolgot. Nem szakítom többé félbe, hallgatom. Ronda dolog a félelem, mi? És az úr hogy félt? Éreztem, hogy remeg. Remegett az úr, de a félelemtől is, nem a vágytól. Igen, hallom, ügyes. Félt! Leköpött, hogy mentse magát. Bántotta, és mégis leköpött. És én nem szeretem őt, értik? És ha valakit megölnék, Josefa lenne az, hogy megszabaduljak tőle. Szeptemberben, Otrimben nem így beszél. Hazug. Értem, ügyész úr, de hát... Még amikor először szerelmet vallott, nekem kicsit sutának is találtam. Viselkedjék, pedig okosan. Én voltam a hülye. Én. Hogy hittem a csókjainak, hogy csókolt Úristen bele a fogamba, a szájpadlásomba. Ne kínozza magát. Tehát ez a véleményem, ügyész. Ez a bizonyos fájdalom a tarkóján. Én okoztam magának fájdalmat a tarkóján. Én! Hát most már soha többé semmi se csodálkozok. Uram, mondjon már neki egy jó szót.
valamit! Nagyságos úr, bocsánatot kérek. A fájdalmakért és a többiért. Bocsássa meg a hibáimat, és a jó tulajdonságaimat is. És legfőképpen azt, hogy annyira tetszettem magának. Csönd legyen, egy szót sem hallok, kérem. De hogy odaszúrtam. Persze, nagyon jól tudom, hogy kik azok a bóröverék. Kényes ügy, tudom. Hát ügyész úr, az a véleményem, tehát én úgy látom. Persze. Igyekszem majd a legjobb belátásom szerint, de... Az úr nem lehet bűnös. Higgyen nekem. Az úr nem lehet bűnös. Bár úgy volt. Az úr engem nem szeret. Soha se szeretett. A feleségét. A feleségét azt igen. Mi? Ez valami egészen új. Imádom a feleséget. Az úr elhitette velem, hogy ő és a felesége úgy élnek egymás mellett, mint a testvérek. Hazugság! Hazugság volt ez is akár a többi! Micsoda? Úgy volt ő a felesége fivére, ahogy Miguel az enyém. Miket beszél? Például a gyilkosság előtti éjszaka, és én hajnali 2 órakor az ablakomnál álltam. És akkor a nagyságos úr meg a nagyságos asszony megérkeztek egy taxival. És mielőtt bejöttek volna a házba, ott a járdán, odaálltak csókolózni. Ilyen sürgős volt nekik. Na hát, hallott már maga ilyet házas embereknél? Kedde? Igen, kedden. Az nem én voltam. Ugyan, mindkettőjüket tisztán felismerte. A nagyságos asszony a szürke estélyi kompléját viselte. És a férfi? Ő is bement a házba? Milyen férfi? Én! Vagyis akiről azt hitte, hogy én vagyok. Nem tudom. Úgy undorodtam a csókolózásuktól, hogy elmentem az ablaktól. Kedde? A gyilkosság előtti napon ez biztos? Hát persze, hogy biztos. Hiszen másnap reggel fel se tudtam ébreszteni az urat. Éppen eleget bánkódtam emiatt. Egész éjjel pókereztem. Az úr? Ez hogy lehet? Mari Dominik, hát ez lehetetlen. Ez lehetetlen. De mégis. Kezdtek sok mindent érteni. Hát, ez a kurva. Hát ha így áll a dolog, mindent elmondok. Hogy még nem mondott el mindent? Nem. És készülünk fel rám, nagy meglepetéseket tartogatok. Jegyez, Moresta! Bocsánat, olyan érdekes! Ezt az embert megcsalták! Ezt az embert! Ezt meg tudták csalni! Megmerték csalni! A vizsgálóbíró és Lablás ügyész fel alá jár a szobában. Az írnok asztala mellett ül. Szóval megint vádlottat változtattunk. Nem értem, mi múlott. Naponta 2 bűnös. Kedvesem, a maga tempóját nem lehet követni. Ezután Borvennire esett a választás. Úgy van. Na, bravo. Nem is a mulatság. Dehogy nem, 3 órával ezelőtt még azt telefonálta az államügyész úrnak, hogy Borrever a gyilkos. Azóta újabb tények derültek ki. Szevinnyé, maga az új tények specialistája. Borrever megtudta, hogy a felesége megcsalja. No, ebben aztán igazán nincs semmi új. Számára új volt, sőt annyira, hogy dühös lett, és nagyon fontos dolgokat leplezett le. Ja, a megcsalt férjek bosszúállóak. Moresztan, legyen szíves, olvassa. Ez a kurva. Bocsásson meg, én csak a vallomást olvasom. Ezt mondta Borrever? Ezt mondta, és így folytatta. Hát, ha így áll a dolog, mindent elmondok. Kérdés. Szóval még nem mondott el mindent? Felelet. Nem, és készüljön fel, nagy meglepetéseket tartogatok. Ja, térjünk talán mindjárt a nagy meglepetésekre. Kis türelmet, rögtön azok is következnek. Tetszik. Nem én érkeztem elsőnek a tett színhelyére, hanem a feleségem. Csoda. Hát ez meg mi? Most elég meglepő. Piros estélyi ruhájában volt, de felhívom a figyelmüket egy fontos tényre. Nem vetette le a kesztyűjét. Elővigyázott. Tovább? Ja, kérdés. Az első kihallgatás alkalmával nem beszélt a kesztyűről? Válasz. Akkor még nem tudtam, hogy megcsalt. Kérdés.
Mit csinált a felesége, amikor maga belépett? Felelet. Josefa fölé hajolt. Először elhittem, amit mondott. Josefa megölte a szeretőjét. De most már az a benyomásom, hogy éppen akkor csúsztatta a revolvert Josefa kezébe. Azt a revolvert, amelyen hála a kesztyűnek nem hagyott új lenyomatot. Csekélység, ez aztán a bosszú állás. Hm? Kérdés. Azzal vádolja a feleségét, hogy megölte Osztoszt? Felelet. Határozottan. Őrület. Kérdés. Milyen oka lehetett a feleségének, hogy megölje Osztoszt? Felelet. Semmilyen. Na látja, semmilyen. Egy kis türel. Semmilyen. Nem Osztoszra pályázott, hanem én rá. Szép kis alakok ezek a maga bóröverjei. Nem az én bóröverjeim. Hallotta, amikor Josefával megbeszéltem az esti randevút. Esküszöm, hogy meghallotta. A feleségem azért ölte meg Osztoszt, mert azt hitte, én vagyok. Ez történt. Kérdés. De hiszen maga azt vallotta, Osztosz egy fejjel magasabb önnél. Hogyan tévesztette össze a felesége kettőjüket? Nagyszerű kérdés. Köszönöm. A válasz. A spanyol szemérmesség, ez lett Osztosz végzete. A szobában teljesen sötét volt. Marie Dominique rálőtt egy mozgó árnyékra. Ha Osztosznak ugyanolyan, hogy is mondjam, technikája lett volna, mint nekem, ma is élne. Én ugyanis ilyen esetekben minden villanyt meggyújtok. Szeretem látni, mit csinálok. Nem is tudom. Már bocsánat, én ugyebár csak olvasom. Csak olvasom talán. Gyilkolt, hogy özvegy legyen, hogy hozzá mehessen a szeretőjéhez. Tehát eltévesztette a céltáblát. Micsoda képet vághatott, amikor felismerte Osztoszt. Valami döcög ebben a vallomásban. Nem értem, miért vallotta először azt, hogy ő érkezett elsőnek a szobába? Kis türelme. Kérdés. Miért állította, hogy maga érkezett elsőnek a tett helyére? Válasz. Elvesztettem a fejem. A feleségem folyton azt hajtogatta. Nincs más lehetőséged. Határozd el magad. Josefa mindjárt magához tér. Tökéletesen megbíztam benne. Akkor még nem tudtam, hogy felszarvazott. Képzelj el ezt az ördögi haditanácsot, az áldozat és az ájult lány mellett. Kihallgatta az asszonyt? Természetesen. És beismeri, hogy megcsalta a férjét? Vadul tagad. És a férje megnevezte az asszony szeretőjét, a cinkosát? Nem. Hát akkor összedől az egész vád. Nincs indító. Mi készítette volna Bóröverné? Ha ön hallotta volna Bóröverné, nem hinné olyan erényesnek. Lehet, nem tudom. Félelmetes ellenfél. Százszor félelmetesebb, mint a férfi. Nagyon csinos. Elbűvölően szellemes és kedves volt mindaddig, amíg fel nem tettem neki egy kérdést. Kérdés. Azon az estén viselt kesztyű? Erre aztán csönd lett. Hallgatás. Föl is jegyeztem. Csönd. Válasz. Miért kérdezi? Kérdés. Volt a kezén kesztyű, mikor belépett a szobába? Válasz. Nem tudom pontosan, lehetséges. Éppen egy baráti társaságból érkeztem, amikor meghallottam a lövést. Lehet, hogy a sietségben magamon hagytam. Kitűnő válasz. Még kitűnőbb, hogy hozzáfűzte. Persze volt rajtam kesztyű, most már bizonyosan tudom, még beszéltem is róla a Koláb felügyelőnek az első vallomásban. Na látja! Csak hogy ettől a pillanattól kezdve már nem volt a régi, a derűs biztonsága eltűnt. A bajt a kacérkodást. Megértett, hogy a férje vallott. Tényleg? Én egyébként mindent megtettem, hogy meg is erősítsem ebben a hitében. És hogyan árult el magát? Egy látszólag teljesen ártalmatlan kérdése. Megkérdeztem tőle, hogy miért ellenezte annyira, hogy a férjét az ő távol létében hallgassam. Válasz. Ő mondta magának, hogy rajtam volt a kesztyűm, és én tanítottam be a vallomására. Erre esküdni mernék. Sajnálattal beismertem, hogy így van, és felolvastam neki a férje vallomását. Ért. Erre aztán jöttek a könnyek. Vitriol sír. És a sírástól elcsukló hangon vádolta a férjét. Na persze, nem szívesen szekéke. Olvassa csak, Moreszt. Válasz. Amikor beléptem a szobába, a férjem Josefa fölé hajolt. Egy pillanatig attól féltem, őt is megölte. Úgy lihegett, mint egy üldözött állat. Megsajnáltam. Eszembe jutott, hogy valaha szerettem. És akkor, ha akarják, ezért elítélhetnek, uraim. A cinkosa lettem. Cinkosa a férfinek, aki engem vádolt. Azzal a kesztyűvel, amelyről beszélt,
amelyről beszélni, mert letöröltem a revolver agyát, és Joseph a kezébe tettem a fegyvert. Ugyanazt a fegyvert, amelyről most azt állítja, hogy én használtam. Úristen, de rosszul olvas! Bocsánat, úgy olvasok, mint egy törvényszék írnok. Különben filmeznék, mint manapság mindenki. Na, jó, csak folytassa tovább. Bóröverni! A férjem ezt mondta! Ha engem belepleznek, téged vádolnak! Ez bosszút áll rajtam, a pénzemért, az elrontott életemért! Bosszút áll, mert csak az én jó voltam, tudod élni! Most jó? Szembesítette őket? Természetesen azonnal, rettenetes volt. Ragaszkodtam hozzá, hogy szóra fejezzék a kijelentéseiket, tessék. Bóröver! Maga egy aljas szemét. Bóröverné. Maga pedig egy... Na. Egy... Na. Egy. Bocsánat, nem tudom visszaolvasni. Nagyon gyorsan beszéltek, vagy talán egyszerre. De tudom, hogy valami nagy gorombaság volt. Hát ugorjuk át a gorombaságokat. Igen. Bóröver, szóval elhatároztuk, hogy kiírtjuk a mi kis férjünket? Bóröverné, szóval a kis feleségünkre akartuk kenni a gyilkosságot? Elképesztő. Én is ezt mondtam. És ez a kurva, ez volt az én gyerekkori pajtásom? Bóröverné, és én az életemet ehhez a cselédtekergető... Nem. Cselédtepertő... Nem jól látom. Tényleg nem. Nem baj, olvasa tovább, folytassa csak nyugodtan. De bocsánat, azt engem is izgat. Ez a cselédleteperőhöz. Ej, nagyon rosszul olvas, hagyja ide majd én. Elveszi a jegyzőkönyvet. Ejha. Szinte hihetetlen. Ez mi ez a szó itt? Paradicsom. Nem viszed magaddal a paradicsomba. És ezt találjuk te. Lenne szíves megkérdezni Molestan Arduin bíró úrtól, hogy hol tart a Mortimer ügybe? Boldogan, államügyész helyettes úr. Na, mit szól hozzá? Mennyi gyűlölet fér egy jegyzőkönyvbe? Igen. Kérdés és felelet formájában. Konzervált gyűlölet. Szinte költői. De még nem meggyőző. Hogy nem meggyőző? Vagy Bóröver érkezett elsőnek, és ő a gyilkos, a nő pedig a cinkosa, vagy a nő érkezett elsőnek, és akkor fordítva. Ne feledje, hogy a házastársak feljelentései mindig kétségbe vonhatók. Hát elolvasta a jegyzőkönyvet. Figyelmesen. Lehet, hogy mind a ketten hazudnak. Bár ez nem valószínű, mert az asszony legalább pontos adatokat szolgálta. Vádol! A férfi viszont... Igyekszik megtudni, miért akarta megölni a felesége, miért és kiért. És mi a szándéka? Hát természetesen azonnal szabadlábra helyezem Joseph Alantoni. Nagyon helyes. Ugye? Nyilvánvaló, hogy ez az első teendő. Köszönöm. Minden esetre. Ez a kötelességtudó államhivatalnok első reflexe. Ha jól értettem, azt akarja mondani, hogy az első reflex nem mindig helyes. Maga nagyon jól megértett. Szóval az első reflex nem mindig feltétlenül az első teendő. Nem feltétlenül. Mondja, Lábrás, meg az én helyemben nem engedni azonnal szabadon? Maga nagyon-nagyon jól megértett engem. Érdekes. Tévedés volt a letartóztatás, ez igaz? Szándékosan tettem. Tehát hasznos tévedés volt, ha viszont jóvá teszi. A tévedése még nagyobb hangsúlyt kap, és kiroppantja a botrány. Annyi baj legyen. Várjon, gondolkozzék egy kicsit, a botrány olyan, mint a sár. Adjon rá időt, hogy megszáradjon, és akkor porfelhő lesz belőle. Magyarában, ennyire fontos magának, hogy ne kiméljük ezeket a bóröveréket? Úgy gondolom, ha hagynánk a dolgokat, éppen a vádlott érdekében, még nyilvánvalóban kiderülne az ártatlansága. Csak hogy ebben az esetben a lány börtönbe kellene tartani. Néhány napra, esetleg néhány hétre. Néhány hétre? Legföljebb, nézze, ha ez az osztozügy
Szobalány és sofőrügy maradt. Két hónap múlva már senkit sem érdekel. Kivéve a szobalányt. Figyeljen rám, Sevigné. Magát nagyon fiatalon nevezték ide Párizsba. Gyors előléptetésre számíthat. Ha jól értettem, egy vizsgálóbíró csak akkor számíthat előléptetésre, ha már előbb elvesztette jogát az ítélkezéshez. Azt hittem, karriert akar csinálni. De nem ilyen áron. Túlságosan mélyen kellene lehajolnom, hogy felkapaszkodhassak a létrán. Különben is, minden büntetlenül maradt bűn mindannyiunk biztonságát veszélyezteti. Gondoljon a feleségére. Nem nagyon örülne a dolognak. Egyáltalában nem örülne. Tehát? Értse meg, Lablas, ez a lány nem fizethet Borőveri. Az a kis börtön. Ártatlanul egy napot sem, egy órát sem. Nem kérek magától csak két rövid kis hetet. Nem tőlem kéri tőle. Ahogy tetszik. Akkor is sok szerencsét. Az ügyész elmegy. Szévényé töpreng. Most eszébe ötlik valami. Felveszi a telefonkagylót. Antoine, te vagy az? Nem, nincs semmi baj, nem. Csak hallani akartam a hangodat. Istenem, jól esik, ha hallgatom. Nem elég, de jól esik. Mondd csak, Antoinette, boldog vagy te? Ne neves. Szeretném, ha azt mondanád, hogy igen. Komolyan mond. Még komolyabban. Köszönöm. Csak ezt akartam tudni. Merengve néz maga elé. Belép az írnok. Beszélt Arduennel? Igen. Micsoda egy szerencsés fickó. Kifogott egy eszményi gyilkost. Más egy életen keresztül várhat erre. Ez a Morti még mindent beval. Míg mi a mi két gyilkosunkkal? Hát igen. Egy kicsit sok. Egyel több, mint kellene. József Antoné kint van a folyosón? Igen. Persze dühöng, mi? Nem, alszik. Szóljon csak ki érte? Josefa Lantoni. Belép Josefa, az ügyvéd meg egy fegyőr kíséretében, aki megtévesztésig hasonlít Borőver bankárra. Üljön le! De furcsa. Maga emlékeztet engem valakire. Talán valami gyilkosra, mi? Nem viccelek. Kint a folyosón még nem vettem észre, talán azért, mert aludtam. Ennyire emlékeztetni valakire, hát ez vicces. Nagyon vicces. Na, később majd folytatják ezt a beszélgetést, üljön le. Ennyire emlékeztetni valakire. Mondja maga, nem tudom, megyek. Bocsásson még, bíró úr, de valósággal kihallgat. Üljön le. Pár perc, az egész egy fontos adatot szeretik megtudni, egy nagyon fontos adatot. Borőver úr... Fölösleges. Vallok. Mit? Vallok. Nem ő a gyilkos, én öltem meg Osztoszt. Megbolondult? Tessék, most már három is van. De hiszen mostanáig tagadod? Hát éppen azért, most már nem bírom tovább. Elegem van a hazudozásokból. Nem hagyom, hogy más büntessenek meg helyettem. Megöltem, na! Ezen nem változtatnak a maga okoskodásai. Hazudik, bíró úr, hazudik! Ne, hát én magam se hittem, hogy képes vagyok ilyesmire, de hát ez így van! Az ember mindig sokkal rosszabb, mint amilyennek hiszi magát. Nézzen rám, maga ölte meg Osztoszt! Tessék, nézek! Igen, én öltem meg Miguel Osztoszt. Lehújta a szemét! Szeméremből. Olyan közel hajolt hozzám, azt hittem meg akar csókolni. Most megjátsza a cinikust. Kit akar fedezni? Senkit! Senkit! Szegény Miguelem, hát ilyen az élet!
Megöljük azt, aki szeret minket, hogy megvédjük azt, aki fütyül rá. Most is azt próbálja védeni. Ugyanat hallotta, hogy beszélt velem, de hát nem adhatom, hogy mást ráncsanak be helyettem. Szóval maga ölte meg osztozt, mégis tudott aludni a folyosón. Hát elhatároztam, hogy mindent bevallok, így hát nagyon nyugodt voltam. Szóval maga a tettes, mi? Na jó, hát akkor gyerünk, mondjál, hogy történt a gyilkosság. Tessék? Hogy mit mondjak el? A részleteket beszélj. Miguel Osztos azt mondta, megölöm Borövert, és a szoba sarka felé indult. Erre maga mit csinált? Célzok és lelövöm. Honnan? Úgyhogy honnan? Melyik sarokból? Hát onnan, ahol álltam. Hiszen az ágyon volt. Hát akkor az ágyból. Lehetetlen. Szeretném tudni, hogy miért. Mert Miguel és az ágy között ott volt a szekrény. Ugyanak, ne kössön bele ilyen apróságba. Hát akkor az ágy végéből. Lehetetlen. Direkt összezavar, mi? Mert nem ott találtak magára. Na és, akkor mi van? Ha néhány lépést tett előre ahhoz, hogy lőjön, akkor vissza is kellett tennie néhány lépést, hogy ott essen össze. Na hát nyilván teljesen ösztönösen meg is tettem azt a pár lépést. Na jó, hát ételezzük fel egy darabig, hogy így volt. Honnan került erő a revolver? Hogy honnan? Ugyanis bebizonyosodott, hogy a revolver azonos azzal, amit Miguel Osztosz a kedélye kesztyűs dobozában tartott, a garázsban vette magához. Igen, valószínű. Na ő, és hová tette? Hát sehová, hát az már nem minden. Nyilván az asztalra, hogy Miguel Osztosz is jól lássa, mi? Dehogyis eldugtam. Hová? Nyilván nem a pongyolájába, hiszen meztelen volt. Hát akkor hová? Na, hová? Hát persze halvány sejtelmesítő. Dehogyis nem, a fiókban. Milyen fiókban? A fiókos szekrény fiókjában. Hú, tudom, ezek szerint valóságos akrobat a mutatványokat végzett. Miért? Hát te van, nehéz egy fiókot kihúzni és kivenni belőle egy nyomorult revolver. Az ember az ágyon fekszik, a szoba másik végébe kell mennie, vagy visszajönnie, hogy néhány lépésnyire legyen az ágytól, közben még hátránya is, és mindezt úgy, hogy az áldozat ne vegye részre semmit, hát ez nem könnyű dolog. Maga rossz indulatú. Maga pedig lopja az időnket, mondta már magának, hogy az igazság sokban. Biztosan azért spórolnak vele. Hogy őszinte legyek, én sem hiszek magának egy szót sem. Én sem. És maga? Én sem. Őrület ez a hasonlatosság. Látja, gondolja meg, senki nem hisz magának. Meghat minket, de nem győz meg. Hát jó pofák magunk. Hát mi érdekem lenne nekem abba, hogy évekre becsukassam magam? Borrever úr. Ugyanett hallotta, hogy beszélt velem. Hát képesnek tart ezek után ilyesmi. A nők mindenre képesek. Nagyon köszönöm, bíró. Nincs még. Na, nem hisz nekem? Na, hát ez a maga baja. Na, de Miguelnek csak hisz. Miguel állandóan azt mondogatta, Josefa, miért tetted ezt? Na, hát ez az éppen, hogy nem mondta. Hogy nem mondta? Na, majd bizonyosan tudjuk, hogy nem mondta. Na, de hát Borger úr hallotta. Hát ez az éppen, hogy nem hallotta. Hát akkor meg miért mondta? Mert a felesége mondta neki, aki viszont hallotta. A nagyságos asszony? A maga gazdája beismerte, hogy a felesége előbb érkezett a szobába, mint ő. A nagyságos asszony? Hát akkor egészen más a helyzet. A nagyságos asszonynak tudnilik nem kell mindent elhinni. Egy véleményen vagyunk. Na de hát, ha se nem én, se nem az úr. Bizony nem. Hát ezt megjegyzem magamnak. Nem tudott volna előbb szólni? Hagyott itt kínlódni ezzel a hülye hazudozással. Hát azt hiszi, nincs jobb dolgom, mint mindenféle meséket kitalálni arról, hogy hogy ültem meg Miguelt, az én drága kasztanyettámat. Mi? Így hívtam. Az egészen csak azért találtam ki, hogy megmentsem azt a másikat. Hát ha tudtam volna, hát fantasztikus. Igazán szólhatott volna, hogy gyilkos cseréltem. Ezer bocsánat! Hát akkor vegye úgy, hogy egy szót se szóltam. Mindent visszavonok, mindent. Úgy veszem. Borövernit meg kell büntetni, dögöljön meg! Frászt, az túl egyszerű volna. A börtönbe vele, egyszerlába bajuszos Micivel, meg a gesztenyés Julival. Majd meglátjuk. Akkor az a betyár Miguel lefekült vele? Rossz helyen keresgél. Hogy? Hát az asszonyom nem azért ölte meg, mert féltékeny volt rám? Ne ugrasson. Hát akkor miért? Azt hitte, a férjét lövi le. Értem.
hallotta, amikor megbeszéltem a férjével a randevút, mi? Benyáminnak igaza van, ez egy kurva. Hát ez a kifejezés egy kicsit erős, de azt hiszem megfelel a tényeknek. Akkor Miguel egyáltalán nem is mondta, hogy Josefa miért tette ezt? Ó, te ott fenn, köszönöm! Egyáltalán nem mondta biztos, hogy Josefa miért tette ezt? Jaj, Miguel az életem volt! Megcsaltam, de az életem volt. Hát, különös teremtések a nők. Testileg nem jól értettük meg egymást. És magam se értem, hogy miért, mert Miguel remek férfi volt. Csak hát sajnos, az én testem a saját feje után jár. És ez az ember engem túlságosan szeretett, meg tisztelt. És mert tisztelt, soha nem mertem magam elengedni a nagy pillanatba. Tisztelet az ágyban rendkívül zavaró, nem? Erről nincs véleménye. Ó, Alce! Kicsit túl sokat hallani a hangját. Az az asszony ezért fizetni fog, kérdezzen engem, bíró úr, én biztos vagyok benne, hogy én tudom azt a dolgot. Miféle dolgot? Azt, ami magának kell, kérdezzen. Hát az a revolver. Azt, de a revolverről, női dologról. Miféle női dologról? Mondja neki, hogy álljon el innen, mert nem tudok tőle gondolkozni. Nem tudok magától gondolkozni. De fizetj! Legyen szíves. Igen. Na, bíró úr, hát akkor kezdjük! Egy kis ellentmondást látok én itt a ruha körül. Ruha körül? Ez női dolog, ez jó, ez érzem, hogy ez jó. Na? Mikor Borövernő a gyilkosság napján el akart menni otthonról, azt mondta magának, hogy készítse ki a szürke kompléját. Igen, azt, amelyikben előző este csókolózott. Ez jó, ebben van valami. Ezzel szemben a férje és a nyomozók már piros ruhában találtak rá. Még sincs benne semmi. Meggondoltam magát. Na miért? Miért? Semmiért. Nőknél ne keressen okot. Elég baj az. Várjon csak. Jaj, de hülye vagyok. Hát pont ellenkezőleg, nőknél mindig kell okot keresni. Megfogtam. Megfogtuk. Megfogtam. Kész. Én mondom magának, a nő kész. Hogy hívja be egy-kettőt. Ez a utasításokat is ad. Hívja be, na, én majd oda megyek a sarokba. Adjon neki lehetőséget, hogy elkápráztassa az arénát, készítsen elő néhány lándzsát, és aztán még elem! Jövök én a kegyelem döpésre! Moresta, szólítsa be Borövernit! Jó, köszönöm az előbileckét, bíró úr. Pedig igazán jól ismerem az ügyet, és mindebből semmit sem láttam. Gyakorlat dolga. Azért sajnálom önt. Ilyen siker után a legnehezebb ügyekkel fogják megbízni. Az nem olyan biztos. Remélem, nem rabolom el túl sok idejét. Foglaljon helyet, asszonyom. Meg kell edni az őreid, hogy ne provanszi koszton éljenek. Rémes fokhagyma szagolni. Foglaljon helyet, asszonyom. Egyébként egy bola is megcsipett. Persze cseppet se lehet csodálkozni, az ember meggondolja, hogy kik fordulnak meg ebben a helyiségben. Jaj, bocsásson meg, asszonyom, milyen udvariatlan vagyok, még nem kínáltam helyjel, parancsoljon. Szóval lányomnak is jelen kell lennie a kihallgatásomnál? Ne legyen túl szigorú hozzá, közönséges teremtés, de nagyon derék. Nagyon köszönöm, nagyságos asszony. Ez nem kihallgatás, hanem szembesítés. Szóval most már kizárólag bennünket hallgat ki, engem és Borövert. Lényegében igen. A revolvert ennek a lánynak a kezében találták. Ez nem érdekli magát? És Osztosz utolsó szavai. Josefa, miért tetted ezt? Nem érdekli? Már nem. Nem alapozhatom a vádat egy halott ellenőrizhetetlen szavaira. Ez a szó ellenőrizhetetlen, nem nagyon tetszik nekem. A férjének sem tetszett. Mondja mindjárt, hogy ő találtak. Hát kettőjük közül az egyik nyugodtan kitalálhatta. Ó, talán már én is gyanús vagyok. Maguk kölcsönösen gyanúsítgatták egymást. A férfiak hiúsága az őrülettel határos, azt hiszi megcsaltam. Most úgy igyekszik bosszút állni, ahogy tud. Ami a megcsalást illeti, nincs igaza? Az ön kérdése bárhol máshol. De most itt mit felel? Hogy a legnagyobb mértékben téved. És a csókolózás, amit a kisasszony látott? A kisasszony rosszul látott.
A szürke estéi kompléját viselte, és vadul csókolódzott valakivel. Tulajdonképpen két a vizsgálóbíró maga, bocsássa vagy ez meg, a... asszonyom, megmondtam már az előbb, ez nem kihallgatás, hanem szembesítés. A kisasszony csak azt mondja, amit tud, amit lát. És én tudok egyet mást! Többet is, mint hittem volna. Igazán? Kérdezzem meg tőle például, hogy mi oka volt rá, hogy megölje a férjét. Hát erre én is kíváncsi. Mert ott volt neki a másik, a csókolódzós. Dazerg úr! Hát persze, hogy milyen hülye vagyok, Dazerg úr! Hát rögtön rá kellett volna gondolnom, és nem jutott eszembe. Szóval vádaskodás. Egy nőnek szeretője van, azért még nem kell okvetlenül megölnie a férjét. Ez igaz. De van rá ok. Dazerg úr nagyon szegény, nagyon jól jönne neki a nagyságos asszony vagyona. Ó, ez valami egészen új. Mondja! Tud maga pókerezni? Gyengén. De annyit azért csak tud, hogy négy király több, mint három ász. Annyit igen? Négy király, te szép tud. Ide figyeljen! A múltkor odahaza a Fezanderi utcában pókereztek, 1000 frank volt a kasszában. Dazerg úr 3 ászt mondott be, mire a nagyságos asszony azt mondta, elég baj az, és eldobta a kártyáit, pedig 4 királya volt. Na? Így is lehet pénzt adni valakinek. Maga ezt honnan tudja? A hátuk mögött álltam, én szolgáltam föl a viszkit. Mese az egész, össze-vissza hazudik. Egyébként be kell vallanom, hogy nincs szerencsém a kártyában. Különösen a Dazerg úr a partnere. Na érti már, ha Borüver úr halott, akkor Dazerg úr feleségül veheti a nagyságos asszony millióit is. Azt el se tudja képzelni, hogy például tetszettem neki. Én azt nem mondom, én csak azt mondom, hogy a milliók is tetszettek neki. Ha maga ilyen jól ismeri Borövernék kapcsolatát Dazerg úrral, hogyan hihette, hogy a férjével csókolódott a gyilkosság előtti napon? Kitűnő kérdés. Köszönöm, bíró. A féltékenység vakká teszi az embert. Meg aztán Dazerg úr sántít egy kicsit. Egy ejtőernyős ugrásnál sebesült meg. Na hát azon az estén nem sántított. Igaz, hogy csókolózás közben nem igen sántítanak az emberek, de hát ezért hihettem róla, hogy Borövern úr. Hát ön természetesen tagadja ezt a csókot. Pedig hogy csókolt? Hazudik! Ő nagyságot tagad, mondja valami más. Na hát ez engem nem hoz zavarba. Kérdezzem meg tőle, hogy miért vette fel a piros ruháját a gyilkosság estéjén. Mert jól áll nekem. Mert a másikat a szürkét tisztítóba küldte. És most kérdezzem meg tőle, hogy miért küldte tisztítóba. De megmondom, ha nem is kérdik, mert a másik a szürke olajfoltos lett. Olajfoltos? Hát az előbb nem jutott eszembe, csak akkor, amikor a revolverről kérdezett, bárki elhozhatta a garázsba. Hajos rágalom. Miguel mondta, hogy a Cadillacből folyik az olaj, miközben a nagyságos asszony kivette a revolvert, a ruha alja beleért az olajba. Hát ezért vette fel a piros ruhát. Ezt a lány meg kell ölni. Engem is? Tud felelni erre a vádra, asszony? Lakoszt vagy Báston, tudna, Lakoszt vagy Báston, kelmefestő és vegytisztító, Viktor Hugo utca 54, gyászfestés 24 óra alatt. Majd ők megmondják, mitől piszkos a ruha alja. Természetesen olajtól. Aznap este ugyanis valóban bementem a garázsba, sőt, keresgéltem is a kocsi kesztyűtartójában. Egy pár kesztyűt hoztam el, amit előzőleg ott felejtettem. A kesztyűtartóban ugyanis kesztyűket szoktam tartani. Milyen kesztyűt? Az új kesztyümet, bíró úr, amit aznap vásároltam a Fobur Szent Honorén. Ez nem igaz. Nem igaz. Küldjön a lakásomra egy detektívet, meg fogja találni a szekrényt. Ez igen, hogy ennek hogy forog az agya, na de hát az enyém is forog, ám ez nem igaz! A kesztyűt a gyilkosság napján vásároltam. Nem igaz. Szerdán láttam, amikor eltette. Szerdán csak máshova tette. És addig hol volt? Az előszobában. Az előszobában, és én nem vettem észre takarítás közben ugyanúgyan. Egy bizonyos asszonyom ön kedden este lement a garázsba, és onnan elhozta a kesztyűt. Hát ugyanígy elhozhatta a revolvert is. Ugyanis, ha ott lett volna. Már nem volt? Nem. Valaki eltüntett. Vagy a férjem, vagy ez a lány. És ön megmondta Borüver úrnak, hogy a revolver már nincs a helyén? Nem. Miért? Azt nem tudom. Egy dolog aggaszt engem az ön szempontjából, asszonyom. Ön az előző vallomásában Kolár felügyelőnek már említést tett erről a kesztyűről. És akkor mondott valamit, ami úgy látszik a kisasszonyt igazolja. És pedig. Azt mondta Moreznan a pontos szöveget írja. A kesztyűm tele lett vérrel, vadonat új kesztyű volt, aznap délután vásároltam. Hiába mi nők mindig többet fecsekünk a kelletén. Maga asszonyom lement a garázsba, de nem a kesztyűr és nem is a revolverért. Hát akkor miért?
az az egyszerű magyarázat eszébe se jut, hogy talán nem ugyanarról a kesztyűről van szó. A vásárolhattam egy párat kedden, egy másikat szerdán, nem? Vásárolható. Volna. Két perccel ezelőtt, most már késő. Szeretném tudni, hogy miért. Én is. Ugyanis két perccel ezelőtt egészen más magyarázattal szolgált. Mikor a kisasszony a szemébe mondta, hogy a kesztyűt szerdán rakta el, ön azt mondta, csak más helyre tettem. Most ekkor kellett volna azt mondania, nem ugyanarról a kesztyűről van szó. Na, végre egy fix pont. Nem volt könnyű ideig eljutni, de ez nem vitás. Na, most pedig, asszonyom, figyeljen a következő kérdésemre, döntő fontosságú lehet önre nézve. Úgy beszél velem, mintha már is a vádlottak padján ülnék, holott csak az igazat mondom. És sajnálatos módon a véletlenek szerencsétlen összejátszása mindez ideig megakadályozta benne. Tehát ismételten figyelmébe ajánlom az őszintességet, jegyezzem ma ezt. Mindent jegyzek, bíró. A férje után érkezett a szobába? Igen. És mit látott? Részletesen kérem. Miguel Hostos holttestét láttam a szoba túlsó végében. A férjemet, amint revolverrel a kezében, a mesztelen Josefa fölé hajolt. A férjem remegett, mint egy üldözött vad. Halott sápat volt, és rémült, reszkető kézzel törölte magáról a verítéket, megsajnálta. Nagyon jó. Pontosan egyezik azzal, amit eddig mondtam. Csak az igazat mondom, nem tévedhetek. Igen. Mondja csak, asszonyom, a villany égett a szobában? Igen. Mert hát ahhoz, hogy láss, hogy a férje halott csápat volt, minden izében remegett, az izzadság patakzott a homlokán, ahhoz ugye égnie kellett a villanynak. Igen. Hát ez esetben mivel magyarázzam meg, hogy a villanykapcsoló nem találtuk meg Borover úr új lenyomatát? Azt nem tudom. Lehetett volna egy válasz, amely egy perc alatt eltereli magáról a gyanút, csak annyit kellett volna mondania. Letöröltem a kesztyűmmel, hogy megmentsem a férjemet, mint ahogy később letöröltem a revolvert is. Ha valóban letörölte volna, emlékezne rá, csak hogy ebben az esetben nem jutott eszébe a megfelelő válasz. Szédületesen jó. Higgy el, asszonyom, végtelenül sajnálom. Asszonyom, tálalva. Ezek után nem kell részletetnem a gyilkosságot, magánál volna a revolver, és maga lépett elsőnek a szobába. Nem igaz! Ő volt! Hostos is őt vádolta, ő a gyilkos. Igen, ő is ezt mondta. Josefa? Igen. Amikor még azt hitte, hogy Borover úr a gyilkos. És én? Én miért tettem volna? Válás is van a világon. Mert tele van gyűlölettel. Csak úgy árad magából a gyűlölet. A válás nem mindig megoldás. Maga annyira gyűlöli a férjét, hogy a halálát akarta. Ez nem bizonyít. Hát ami a bizonyítékokat illeti, abban még bőven szolgálhatok. De azt ajánlom, asszonyom, tegyen beismerő vallomást. Soha. Szerelmi büntény esetében az esküdtség mindig talál enyhítő körülményeket, de egy nő, aki megöli a sofőrét, gondolkozzék, ez előre megfontolt gyilkosság. Letartóztak? Még egyszer figyelmébe ajánlom, tegyen beismerő vallomást. Kísérje önadságát az őrizetesbe, és ne engedjék ki semmilyen ürügyjel. Igenis, bíró. Ott legalább lesz időm gondolkozni. Elvezetik. Remélem, bennünket azonnal szabad lábra helyez. A magam részéről igen, itt az utasításom. Ó, szabad vagyok. Majdnem. Molesztan úr elviszi ezt az írás az ügyészül, az remélem nem lesz ellenvetése, magát visszavezetik a börtönbe, és ott szabad lábra helyez. Attól tartok, az ügyészség nehézségeket fog támasztani. Azt szeretném látni. Magával megyek. Nem hagyom, hogy kibabráljanak velünk. Csuda jó. Igazán nem akarok hízelegni, de maga csodásan érti a dolgát. Dörzsült egy nő ez mi? Na de hát magába emberére akadt. A legfontosabbat itt felejtették. Szaladjon gyorsan az urak után 12-es szóval. Igen, és bíró. Siessen, kérem. Josefa és a bíró magukra maradnak. Most, hogy szabad, mit fog csinálni? Hát, nem is tudom. Özvegy is vagyok. Meg elhagyott szerető is. Nem is elhagyott, faképné hagyok. Ha visszagondolok, az elmúlt 18 hónapra elvesztegettem a legszebb éveimet. Majd keres egy új helyet magának. Ha nem, nincs kedve. Bíró úr. Tessék.
Nem lenne kedve velem? Hogyan? Nincs bennem semmi. Semmi különös. És nem is alamizsnát kínálok, de hát értse meg, ez a legtöbb. Minden, amit adhatok. Hát... igazán meghat, de nem. Köszönöm szépen, nem. Hát ahogy gondolja. De kár. Ha két évvel ezelőtt találkozunk, amikor még nem voltam nős, akkor sem. De utána biztos megbántam volna. Úristen, hogy maga mennyire ért a nők nyelvén. Istenem, hogy maga milyen bűbájos. Hát dehogy, lehettem volna, de hát sajnos nem sikerült. Ami pedig ezt az előző dolgot illeti, én tökéletesen megértem magát. Hát az a sok alkalom, az a sok nő, akiket megment. Joseph Alantoné, maga rendes emberke, sokkal rendesebb, mint azok a nők, akikről beszél. Tisztességesnek tart? Igen. Maga a bíró? Én a bíró. Mindazok után, amit hallott? Mindazok után, amit hallott. Jaj, úristen, úgy szeretnék magának adni valami. De nincs semmi. Volt egy lukas két fillérem harmadik napolám 6-2 éve, de azt is elvették a börtönirodán. Nincs semmi. Csak egy zsebkendő. De nem. Nagyon helyes és tiszta. Miguel hozta bájomból. Nincs rajta semmi, csak egy bika. Hát, ha ragaszkodik hozzá, nagyon szép. Köszönöm szépen. Tartok tőle, hogy drága zsebkendő lesz. Ez nem igazság. Bíró úr. Tessék. Hogy tudnék én segíteni magának? Sehogy. Ha magának ez jó, én még mindig bevallhatom, hogy én vagyok a gyilkos. Nem. Nem jó. Hát, nem tudok segíteni magának? Keresse magának egy derék fiút. Hogyan? Derék fiú. Én csak bajt hozok rájuk. Látja szegény Miguellel is mi történt. Az ember komolyan azt hinni, hogy engem csak a nagyszájúaknak, az éhenkórászoknak találtak ki. Tessék itt az írás. Köszönöm. Vezesse vissza a kisasszonyt az ügyvéd úrhoz, én addig meghallgatom Borröverné beismerő vallomását. Nem csinál semmi butaságot? Nem. Esküszöm. Mire? A zsebkendőnkre. Azért csak tartsa szemmel. Igenis, bíró. Josefa arcán csókolja a bírót. Köszönöm. Nem bántam meg. Érdekes ügy volt. Sok szerencsét magának is. Na, indulunk? Őrület ez a hasonlóság. Miért mondta, hogy tartson magát szemmel? És a butaságok, miféle butaságok? Ki csinál itt butaságot, amikor szabad lábra engedik, he? A szabadság még nem minden az életben. Nekem igen. Tulajdonképpen csak vasárnap élek. Na, indulunk! Úgy hallotta maga szobalány. Az voltam. Főzni is tud? Takarítani, főzni imádok. De akár iszi, akár nem, varni nem szeretek. A varrás, hú, de unalmas. És különben is minek varni, ha van biztosító tűne, mi az? Szóval, miattam nem tud maga gondolkodni? Micsoda? Az előbb azt mondta, hogy miattam nem tud gondolkodni. Ja, tényleg. Ha nem mondom, ez izelgő. Csak azért mondtam, mert nagyon emlékeztet valaki. Remélem, rokon szenves az illető. Hát, nem tudom. Talál a drága jó kasztanyattájára hasonlítva. Nem, éppen ellenkezőleg. Na, indulunk!
néz rám ilyen bután? Szóval a maga teste csak a saját feje utáját? Mi az, azt hiszi magának mindent szabad? Na ne, nehogy. Csak hát én pontosan az a típus vagyok, aki magának kell. Nem fogom túlságosan szeretni, nem vagyok híve a nagy szerelemnek, inkább az apró szórakozásokat kell tőlem. Ha tudnál, mi jár most a fejemben, rendőrért kiáltam. Micsoda szavár. A nevem Mário. Oh. Tudja mit? Vasárnap elmehetnénk valahová. Hát? Miért ne?